Nagy szeretettel köszöntöm az Egyetem TV nézőit a mai külpolitikai tematikájú vitaműsorunkban. Ma lesz szó a brüsszeli hadakozásokról, az Európai Unióhoz való tartozásról és a kilépés lehetőségeiről, illetve ezeknek az életünkre gyakorolt hatásairól. A mai vendégeink pedig Tompos Márton, országgyűlési képviselő, a Momentum frakció helyettese. Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselő, a Külügyi Bizottság alelnöke, illetve Novák Előd, országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. Kezdjük így abból kicsit azzal, hogy mi is a kormánynak a célja jelenlegi külpolitikájával. Mert ugye ott vannak a brüsszeli hadakozások, a plakátkampányok, viszont ugye Magyarország megszavazta a szankciókat is, illetve Orbán Viktor többször is utalgatott arra, hogy ez az Európai Uniós tagság nem feltétlenül olyan jó, és hogy viccelt vagy nem viccelt azzal, hogy ez személyesen neki terhes valamilyen szinten. Szóval alapvetően ez egy ilyen ellenségképgyártás, realitás, vagy finom hangolás az Unióból történő kilépésre? Hát itt több mindent helyre kell tenni, hogyha hozzám intézte a kérdését, igen, bár nem vagyok a magyar kormány tagja. Néhány évig még azt gondolom, nem vagyunk az illetékesek. De a külügybizottság alelnökeként hívtak meg, és ebben a minőségemben beszélek, és próbálok válaszolni. De arra a kérdés, amit elmondott, amiben azért több olyan állítás volt, amit vissza kell utasítsak, tehát először is a magyar külpolitika célja, hogy elsőként válaszoljak az első részére a kérdésre, az az, hogy a magyar érdeket képviselje, Magyarország érdekeit képviselje a nemzetközi poronton, elsősorban Európában, de világszinten. Egy olyan új stratégiát hirdetett meg a magyar kormány, ami arról szól, hogy a lehető legtöbb országgal jóba kell lenni a magyar érdekek képviselete mentén, és a magyar érdeket kell képviselni az Unióban, és nem a brüsszeli érdeket hagyni érvényesülni Magyarországon. Az Európai Uniónak nincs alternatívája, tehát ezt a miniszterelnök úr nagyon világosan fogalmazott, legutóbb talán a pénteki rádióinterjúban, ahol elmondta, hogy nincs alternatívája az Európai Uniós tagságnak. Mi akkor is, hogyha nagyon sok vitánk van az Unióval, de nem azért, mert plakátkampányt folytatunk, hanem azért, mert az Unió nem arról szól, amire létrehozták. Tehát amikor visszamegyünk az időbe, az alapító atyáknak volt egy víziója Európáról. Egy olyan Európáról szólt ez a vízió, amelyben béke van, ahol egy gazdasági együttműködés alakul ki az országok között, és ez az egy gazdasági együttműködés megteremti a béke lehetőségét, a hosszú távú béke lehetőségét. Emlékezzünk vissza, a II. Világháború után vagyunk, egy nagyon nehéz történelmi korszak után, és be is töltötte a hivatását az európai közösség, ez a gazdasági együttműködés, és valóban békét hozott az európai kontinensnek, és jólétet hozott. Tehát a béke és a jólét, ha úgy tetszik, a két célja az Európai Uniónak, és mi, amikor csatlakoztunk magyarok Magyarország az Európai Unióhoz, akkor pont azért csatlakoztunk, mert mi is békét szeretnénk, és jólétet szeretnénk a magyar emberek számára. És ugye egy fontos körülmény az, hogy a magyar emberek meghatározó többsége döntött az uniós tagság mellett, és ma is meghatározó többsége a magyar embereknek támogatja az uniós tagságot, de ez nem jelenti azt, hogy mindent el kell fogadnunk, amit Brüsszelben mondanak. Tehát azt a kettős mércét vissza kell utasítsuk. Ugye, ami látványosan érvényesül a jobboldali magyar és a jobboldali lengyel kormánnyal szemben, amiatt nem kapjuk meg a nekünk járó uniós forrásokat. És hát olyan kérdések mellett állunk ki, amelyek a magyar emberek meghatározó többségének fontosak. Ugye erről megkérdeztük a magyar embereket, legyen az migráció, legyen a gender kérdés, legyen az a szuverenitás kérdése, legyen az a béke kérdése, hiszen erről is szóltak a legutóbbi parlamenti választások. Tehát mi azt mondjuk, hogy ezeket a kérdéseket mi a magyar emberek akarata szerint, véleménye szerint képviseljük, és itt bizony sajnos ütközünk az Európai Unió, a brüsszeli vezetés többségének a szándékával. Hiszen mi, amikor azt mondjuk, hogy nem akarjuk beengedni az illegális migránsokat, akkor az Unió azt mondja, hogy engedjük be az illegális migránsokat. És be is engedik. Mi egy olyan külpolitikát képviselünk, ami arról szól, hogy nem engedjük be az illegális migránsokat, viszont segítünk a menekültek számára, például az Ukrajnából ideérkező, háború elől menekülő ukrán emberek számára segítséget nyújtunk, és büszke vagyok arra, hogy ebben nemzeti egység alakult ki, és támogatjuk az Ukrajnából ideérkező menekülteket, de még egyszer visszatér a migrációra, ott nagyon karakteres az álláspontunk, nem fogadjuk azt el, amit Brüsszel mondta, hogy kvóták kellenek, és be kell engedni a migránsokat. Ugyan a gender kérdésében is azt mondjuk, hogy a gyermekeket szeretnénk megvédeni mindenféle káros hatástól, és itt
is gyakorlatilag ütközünk a brüsszeli mainstream állásponttal. És azt is mondjuk, hogy amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ugye ez egy jogi szerződéscsomag, amit aláírtunk, akkor átadtunk bizonyos hatásköröket, leginkább gazdasági témájú hatásköröket, de nem volt szó arról, hogy például a migráció, vagy a családvédelem, gyermekvédelem vonatkozásában átadunk hatásköröket, és annyiban is visszás ugye ez az uniós álláspont, aztán akkor be is fejezem, hogy ne csak én beszéljek, hogy miközben a migráció vonatkozásában egy lopakodó jogalkotás történik az unió részéről, tehát kiterjeszti a hatáskörét az Európai Unió, addig nem hajlandó foglalkozni a őshonos nemzeti kisebbségek védelmével, ami számunkra egy fontos kérdés. Itt példának hoznám a Minority Safe Pack, a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, ami arról szólt, hogy több mint 1 millió európai polgár írta alá 8 országból azt a kezdeményezést, hogy az Európai Unió végre foglalkozzon az őshonos európai polgárok jogaival, érdekeivel, ugye több mint 50 millió emberről van szó, és ezt ugye laza kézmozdulattal a bizottság, a brüsszeli bizottság lesöpört az asztalról. Tehát összességében mi egy magyar érdekek mentén körülazódó külpolitikát képviselünk. Nagyon meglepő ezért azért képviselő úr, be kell, hogy valljam, aztán ugye átadom a szót. Szóval, hogy amikor azt mondják, hogy magyar érdekek mentén, de közben látjuk azt, hogy mondjuk megvétózzák azt, hogy mondjuk a hongkongi belbiztonsági törvényről egységes EU-s álláspontot adjon ki az Unió. Tehát ez hol magyar érdek? Leszedetnek 2 oligarchát a szankciós, sőt 3 oligarchát a szankciós listáról. Ez hol magyar érdek? Vétóval fenyegetnek, ha az EU az ENSZ emberjogi tanácsához fordul az orosz emberi jogi sértések feltárására. Tehát képviselő erre azt mondani, hogy ez magyar érdek, ez így nem igaz. Tehát ezt nem lehet alátámasztani, hogy ez hol lenne magyar érdek, ezek olyan dolgok, amiről a Fidesz úgy véli, hogy az ő érdekei, és ezt nagyon szépen el lehet helyezni ebben, hogy hát igen, jobboldali kormány, és nem kapjuk meg a pénzeket. Olaszországban is jobboldali kormány van, elfogadták a helyreállítási alapterveket, kapnak pénzeket, máshol is van jobboldali kormány. Ez nem a jobboldaliságról, meg a baloldaliságról, meg a centrizmusról, arról szól, hogy az Európai Uniónak baromira elege van abból, hogy a magyar kormány a saját haveri körének hízlalására használja az Európai Uniós pénzeket, és azért nem akar többet adni, illetve van ez a 27 szuperfeltétel, meg van a 17 egyéb feltétel, amiről remélem majd fogunk tudni beszélni, mert szerintem kifejezetten fontosak. De a lényeg itt az, hogy mi egy olyan külpolitikát látunk, ahol van egy futszalból szalajtott külügyminiszter, aki igazából, tehát lövése sincs, hogy kéne ezt csinálni, és ezért vétózgat. Azt kell tudni mindenkinek, akik nézi ezt az adást, hogy a vétó az a lehető legutolsó fegyver, és ha valaki vétót használ, az azt jelenti, hogy nem tudja máshogy megoldani akkor a saját érdekeinket. Ehhez pont van is egy kutatás, ami szerint Magyarország adta le az elmúlt években az Európai Tanácsban a vétók 60%-át, a többi 26 tagállam osztozott az összes többi vétó 40%-ában. Igen, és ezért fura ez. Bekerekedni a migránsokat? Nem a migránsokat, hogy jönnek ide a migránsok? Egy vétó sem volt a migránsokkal. Egy afrikai uniós állásfoglalás kapcsán vétóztak a migránsok kapcsán, mert benne volt a migráns szó. Ez nem érdekvédelem. Ez simán az, hogy a külpolitikát használják a saját rendszerüknek az életben tartására. Én ezt érteni vélem egy nagyon cinikus szempontból, de ez nem nemzeti érdek, ez fideszes érdek. Aztán meglátjuk, hogy ezt hogyan tudja majd védeni, nagyon kíváncsi vagyok rá. És még egy utolsó dolog, az EU-ban most is béke van. Tehát azt mondani, hogy őrizzük meg, ez nem tűnt el. És nincsen, hogy a brüsszeli akciók, meg a brüsszeli bürokraták, meg a brüsszeli érdekek unióban. Az unióban pedig ott ül a magyar kormány, önöknek több Európai Uniós képviselője van, mint az egész ellenzéknek együttvéve. Az Európai Tanácsban csak a magyar kormány képviselői vannak ott. Az Európai Bizottságban az a Várhelyi Oliver van, akit a magyar kormány delegált, tehát olyan szintű érdekérvényesítés lehetőségük van, mint az összes többi államnak. Úgyhogy erre azt mondani, hogy majd jönnek a brüsszeli érdekek, ez az ellenségképgyártás, amit ön említett az elején. Azért pontosítanunk kell annyiban a vétók tekintetében, ugye, hogy itt hivatalosan nem szavazások vannak, éppen ezért nehéz is azt megmondani, hogy hány dolgot lehetett volna még megvétózni, de azért durván mondhatjuk azt, hogy 10-ből 9 esetben nem vétóz Orbán Viktor sem, hanem egyetért, hanem asszisztál, hanem lapít, ha úgy tetszik. Pedig nagyon sokszor kellene tiltakozni, például a gazdasági szankciók tekintetében ugye évek óta már részt veszünk a gazdasági háborúban Oroszországgal szemben, de hát leginkább úgy tűnik, hogy Magyarországgal szemben, mert a legkomolyabb károkat mi szenvedjük el. Az Európai Unió miatt lehet ezt mondani, én azt mondom, hogy részben a kormány miatt, hiszen annak asszisztálásával
hozzák meg ezeket a szankciókat a magyar kormány egyetértésével, vagy csendes asszisztálásával, itthon hangzatos tiltakozásával, de egy ilyen kettős beszéd, egy kettős kommunikáció van, kint viszont támogatja Orbán Viktor is a szankciókat, nem él a vétó lehetőségével, pedig nagyon súlyos károkat okoz. Már önmagában a gazdasági háború is, ami évek óta zajlik, a krími konfliktus óta Oroszországgal szemben. Másrészt pedig azzal sem értek egyet, hogy béke lenne Európában, hiszen azért az EU az egyre nyíltabban avatkozik be ebbe a háborúba, illetve hát most már megint csak Magyarország is, hogy mondjuk említsük csak a NATO bővítés, sajnos kormánypárti képviselők által is egyhangúan megszavazott támogatását. Ott sem éltünk a vétó lehetőségével, mint Magyarország gyűlés, ami nagyon fájó számomra, hogy csak a mi hazánk mondta azt, hogy ez a világháború felé tett újabb lépés Oroszország provokálása. És az is fájó, hogy ön azt mondta, hogy nincs alternatívája az Európai Uniónak. Hát maga Orbán Viktor is a kettős kommunikáció jegyében vár talán, de hát kapaszkodjunk bele legalább a szavakba. Azt mondta, hogy az Európai Unión kívül is van élet. Én hozzáteszem, hogy az Unió után is van élet. Fel kell készüljünk az Unió utáni életre. Az Unión kívülire is fel kellene akár, de mire oda jutunk, hogy erről esetleg népszavazni lehetne, népszavazást tartani lehetne, ugye mert ezt önök megtiltották az új alaptörvényben, nem lehet erről ma népszavazást tartani, csak a Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza az, de mire oda jutnánk, addigra már lehet, hogy meg is fog szűnni ez az egész Európai Unió. A Szovjetunióról sem gondoltuk, hogy egyik évről a másikra lényegében megszűnik, ez történt. Az Európai Unió viszont nagyon sok válsággal küzd, eleve működésképtelen, nagyon súlyos korrupcióval is terhelt, tehát fel kell készülni, az a felelős nemzeti magatartás, hogyha felkészülünk az Unió utáni életre, szerintem akár az Unió megszűnése előtt az Unión kívüli életre is fel kellene, és akkor bár alapvetően ez nem gazdasági pénzügyi kérdés, szerintem a haza nem eladó, a nemzeti önrendelkezésünk sem, a függetlenségünk sem, nem lehet pénzben kifejezni, hogy mit ér nekünk az, hogy lehet egy olyan gyermekvédelmi törvényünk, amilyet esetleg szeretnénk, de ami pénzben kifejezhető, még abban is azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy nettó ráfizetők vagyunk. Ugye Thomas Piketty, a híres francia közgazdász mutatta ki, hogy több profitot visznek ki a multicégek Magyarországról, mint amennyit uniós támogatás címén kapunk. Tehát ezzel igenis szembe kell nézni, de hozzáteszem, a legtöbb kérdés az, az talán nem pénzkérdés. Említette képviselő úr itt a migráció kérdését, a gender témát. Ezek forintosíthatók, hogy mi károkat okoz nekünk az, hogy lenyomják a torkunkon, vagy hát az önök torkán, a miénkkel nem nyomnák le azt, hogy igenis például épp a napokban tiltották be a Mi Hazánk mozgalom ellentüntetését, miközben engedélyezték az úgynevezett Pride címén az LMBTQP propaganda felvonulást. Tehát azt látjuk, hogy igazániból a kormányzat is letérdelt annak a homoszexuális lobbinak, amire a szavak szintjén lehet hangzatos szólamokban tiltakozásokat kifejeznie a kormánynak, de úgy tűnik, hogy mégis támogatja. A szivárványos zászló kitűzésétől kezdve sorolhatnánk azokat az alapvetéseket, amit szavak szintjén vannak, de a tettek nem követik. És akkor zárásként talán még csak így az első blokkba a migráció kérdése, amiben talán egyet is érthetnénk, legalább mi ketten így jobboldali alapvetésként, sőt, talán ma már össznemzeti alapvetés valóban, hogy mondjuk a kerítés megépítése, amit ellen hangzatosan tiltakozott a balliberális koalíció, az ma már közmegegyezésnek örvend. Egyébként ezt eredetileg Torockai László ásotthonon polgármestereként 2015. januárjában úgy javasolta, hogy még az akkori saját pártja, a Jobbik is elhatárolódott ettől a gondolattól, ezt azért mondjuk ki a történeti hűség kedvéért, és a Fidesz kormány érdemel kétségkívül, hogy ezt a kerítést mégis megépítette. De lássuk be, hogy ez nem elegendő. Tehát jelenleg fájó kimondani ezt tartalékos honvédként is, meg a kerítéshez is ugye kötődünk mi a Mi Hazánk mozgalommal is, de a határvédelmi kerítés sem, és a honvédek sem védenek meg minket a migránsoktól, hanem az alacsony bérek. És itt jutottunk el megint az Európai Unió kérdésköréhez, hogy ez lehet a megoldás, hogy az alacsony bérek tartják vissza akár a Nyugat-Európából előbb-utóbb majd hozzánk áramló őshonos, vagy éppen nem őshonos kontinens foglalókat, hiszen onnan is ostromolhatnak minket. Tehát ez nem tartható, hogy az alacsony bérek védjék meg Magyarországot, ezért kellene egészen más, akár határvédelmi politikát is folytatnia egyrészt az egész Európai Uniónak, de konkrétan Magyarországnak is. Ugye mi ezért javasoljuk például az elrettentő hatású tűzparancsot is a határvédő honvédekre, vagy rendőrökre, határvadászokra, támadókkal szemben. És utolsó gondolatként, amit szintén érthetetlen, hogy ha már elvileg a közös nevező megvan a migráció ellen, miért nem lehet az olyan szakmai javaslatainkat elfogadni, mint például egy komoly, több ezer eurós helyszíni bírság kiszabását a tetten ért kontinensre.
kontinens hódítók esetén, hiszen azok az illegális migránsok, akik áttörnek a kerítésen, jelenleg csak vissza vannak kísérgetve a startvonalra. Ez egy külön témát nyitta ki, viszont ugye mind a három párt kritikával illeti alapvetően az Európai Unió működését, megváltoztatható? Mert ugye a Viradat programban az szerepel, hogy vagy kilépünk, vagy megváltoztatjuk a jelenlegi Európai Uniót, a Momentum európai országként képzelje Magyarországot. Mi is európai országként, csak nem feltétlenül Európai Uniósként, hanem független országként. Az Európai Unió az, jól mondtam képviselő, nem csak gazdasági kérdés, hanem kulturális kérdés, történelmi kérdés. Ezért is mondjuk mi azt, hogy Magyarországnak az Európai Unióban a helye. Ez a szervezet ma, amelyik összesíti az európai országok csoportját, és próbálja megfogalmazni a saját érdekeit. Az egy probléma, hogy ezek a jelenlegi, hogy mondjam, arcélek, ezek nagyon messze vannak attól, amit az alapító atyák ezelőtt 40-50 évvel lefektettek. Ez egy probléma. És azért is vagyunk benne, és küzdünk benne, hogy próbáljuk ezeket megváltoztatni. Hozzuk vissza az Európai Uniót arra az útra, amelyen elindult, és amelyen nagyon fontos szerepet töltött be éppen a béke, éppen a biztonság, éppen a gazdasági jólét érdekében. De gazdasági kérdés is, tehát azért Magyarország egy exportorientált gazdaság, és 80%-a az exportunknak az Európai Unióba megy. Több százezer munkahely kerülne veszélybe, hogyha az történne, amit önök mondanak, hogy kilépnénk az Európai Unióból. Tehát, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva mi lesz Európában, azt nem tudjuk. Azt nem tudjuk. Ugye, hogy ezelőtt 20 éve nem láttuk előre azt, hogy milyen borzalmas háború tör ki Ukrajnában. Nem láttuk előre. Ma van egy helyzet, amiben nekünk a magyar érdeket kell képviselni. És hát ebben kell megtalálnunk a számításunkat. És ma nincs ennek alternatívája. 5-10 év múlva mi lesz, az rajtunk is múlik, illetve az európai eliteken múlik, a brüsszeli eliten is múlik, hogy milyen irányba kormányozzák az Európai Unió hajóját. Most azt látjuk, hogy Európai Unió a háttérbe szorul. Gyakorlatilag Amerika átvette a vezetést, Kína is gyakorlatilag jön fel a világszínpadon. Tehát az európai kívüli világban Európa gyengének tűnik, és belül is azt érezzük, hogy gyengébb, egyre gyengül Európa. Nem hiába ment el Macron elnök úr is ugye Kínába, és próbálja azt a politikát képviselni, amikor sok minden nem is értünk egyet Macronnal a társadalomfilozófiai kérdésekben, de Európa jelentőséget illetően igen. Tehát, hogy Európa legyen ismét erős, Európa álljon a saját lábára, vannak itt erős nagy országok, azok hogy mondjam, kössenek szövetséget a kisebbekkel, a közép-európaiakkal, és fogalmazunk meg egy európai érdeket, akár a háború kapcsán is, akár gazdasági kérdések kapcsán is, akár energiabiztonság, hosszú távú energiabiztonság tekintetében is, akár migráció vonatkozásában is. Tehát van itt tennivaló bőven. Jelen pillanatban ezt az Európai Uniót kell az én álláspontunk szerint jó irányba vinni, és mi ezért dolgozunk. Ez teljesen irreális. Csak, bocsánat, még itt nulladik kérdésként, hogy a hatalmat gyakorló elit, vagy maga az intézményrendszer, ami problémás, vagy mind a kettő? Hát jelen pillanatban a hatalmat gyakorló elit az, amelyik vezeti ezt az intézményrendszert, és rossz irányba vezeti. Az intézményrendszer vonatkozásában is nagyon sok iskola van, nagyon sok elképzelés van, hogy lehetne úgy megreformálni, hatékonyabb legyen a döntéshozatal. Én azt gondolom, az intézményrendszer önmagában jó ki van találva. Az a probléma, hogy az elit, amelyik vezeti, láthatjuk itt a brüsszeli korrupciós botrányokat, hogy mik derülnek ki az Európai Parlamentben. Tehát nagyon nagy baj van Brüsszelben, ez a mi álláspontunk, alapvetően az elit vonatkozásában. Azért ez érdekes, mert hogy én értem a korrupciós problémát. Teljesen igaza van az, ami Katarral történt, ugye a katari pénzekről van szó, az egy probléma. És valóban az unió működését változtatni kell, leginkább azon, hogy hogyan lobbiznak különböző cégek, különböző országok, különböző szervezetek mondjuk az európai uniós döntéshozóknál, illetve szerintem három képviselő van itt, de valószínűleg háromnak kéne összedugni a fejét ahhoz, hogy le tudjuk írni pontosan, hogy egy törvényt hogyan hoznak meg az unióban. Nem egy egyszerű folyamat. És ez egy választó számára, aki mondjuk csak pörgeti a Facebookot és abból tájékozódik, nyilván teljesen áthatatlan, ez szerintem vállalhatatlan. Ugyanúgy, ahogy a kolléga elmondta, az Európai Unió lemaradásban van, innováció területén. Nekünk nincsenek olyan tech óriásaink, mint például a Facebook, a Meta, az anyavállalat, vagy mondjuk a Google, ugye mi az Alphabet, azt hiszem az anyavállalata. Tehát, hogy olyan szintű lemaradásban vagyunk nagyon sok szempontból, és akkor még a nanotechnológiát a klíma kapcsán fejlesztendő dolgokat Kelet-Ázsiával szemben már nem is említettem, amit ha nem hozunk be, akkor az Európai Uniós pozíció gyakorlatilag egy ilyen előregedő jóléti állammá válik, ahol mindenki eljön nyaralgatni, meg aranyos lesz, de hogy nem leszünk versenyben a nagyhatalmakkal. De ez nekem azért nagyon fura, hogy ez így jön be, mert a társasági adó, a globális társasági adó, az pontosan ezt mérsékelte volna, és azt önök leszavazták.
Ennek fényében azt mondani, hogy ezt fejlesszük, de amikor az Unió megcsinálná, akkor meg nem hajlandóak megszavazni, kicsit ellentmondás nekem. Úgyhogy szerintem persze, reformálni kell az Unión, ezt az Unió maga is tudja. Az Európa Parlamenti képviselők szerintem a bizottság tagjai, talán még a tanácsnak a tagjai is. De akkor, hogyha viszont kezdeményeznek valamit, akkor a célszerű támogatni. Viszont szerintem jelentős különbség van a másik két párthoz képest abban az álláspontunkban, hogy szerintünk az EU-nak az intézményrendszerével is probléma van. Tehát mi nem azt mondjuk, amit most a Fidesz képviselőtől hallottunk, hogy igazán nem, ha mi kerülünk oda, mi majd rendesen működtetjük, mert csak az elittel van a probléma. Nem. Az egész rendszerrel probléma van, hiszen ma már ne áltassuk azzal az embereket, hogy minek álmodták meg 40 éve az Uniót. Ma már az, ami, meg ami felé tart. Az Európai Egyesült Államok felé. És nem csak az elittel van probléma, az egész korrupciós mechanizmus, vagy az előbb említett lobbit, azt aláírom, 15 ezer lobbista van, regisztrált lobbista, tehát a valós szám ennek nyilvánvalóan jóval, akár ennek a többszöröse is lehet. 15 ezer brüsszeli regisztrált lobbista van, akik ugye különböző nagy multinacionális vállalatok érdekei mentén folytatnak lobbit, és az a működésképtelenség, amiről most valaki, azt hiszem, itt szót is ejtett képviselő úr talán, hogy sokszor még a politikusok sem tudják, mondjuk magyarországgyűlési képviselők, hogy hol is kellene elkezdeni, ha valamit akarnánk össze-európai szinten. Ne áltassuk azzal, hogy mi majd azt meg fogjuk változtatni. Szerintem az is álságos, amikor akár a migráció kérdésében, vagy a genderlobby esetében azt mondjuk, hogy na majd az Európai Uniót úgy formáljuk meg, hogy nem fogjuk mi az Európai Uniót megformálni néhány tíz éven belül. És itt rövid és középtávú megoldások kellenek. Éppen ezért szorgalmazza valóban a Mi Hazánk Mozgalom víradatprogramja azt, hogy kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodásokat is kössünk. Tehát mi hiszünk a nemzetközi együttműködés rendszerében, inkább akkor most beszéljünk erről az Európai Unió helyett, viszont be kell látni először is azt, hogy milyen komoly károkat okoz, akár gazdasági szinten is az Európai Unió, és hogy milyen komoly korrupció van. Tehát, hogy az egész intézményrendszer rossz, az ugye kimutatja, hogy még az EU-n belüli korrupcióról a Világgazdasági Fórum szerint is évente 120 milliárd eurót nyer el, ez egy 2009-es becslés, a Világgazdasági Fórumnak a becslése, csak hogy nehogy egy ilyen magunkfajta intézményt hozzak, hogy még szerintük is horrorisztikus méretű az Európai Uniós korrupció, tehát az egész rendszer rossz, nem csak az elit rossz, működésképtelen az egész rendszer. Éppen ezért nem vagyunk versenyképesek egyébként mondjuk a kelettel szemben sem, és nagyon komoly károkat okoz most az Európai Uniónak az Amerikai Egyesült Államok által diktált külpolitikája, miközben egyébként, ha most nem lennénk az Európai Unió tagjai, nem vonatkoznak ránk a szankciók sem, szabadon folytathatnánk kereskedelmet például Oroszországgal is. Tehát itt az ideje, és az a felelős nemzetpolitika, azt gondolom, hogyha felkészülünk az alternatív megoldásokra, és éppen ezért kérem képviselő urat és a magyar kormányzatnak a külügyi diplomáciáját, hogy ne használjanak olyan kifejezést, még egy ilyen tévévitában sem, hogy nincs alternatívája az Európai Uniónak. Hiszen az a saját tárgyalási lehetőségeiket is leszűkítik. Hogyha kint is úgy tárgyalnak, hogy hát nincs alternatíva, tehát igazán előbb-utóbb el fogjuk fogadni a diktátumaikat, azt kell mutatni, hogy van alternatíva. Ki lehet lépni az Európai Unióból? Volt már erre példa, itt van a britek példája, és lehet, hogy mire oda jutunk, már az egész Európai Unió is meg fog szűnni. Tehát igenis készüljünk fel az unión kívüli életre, az unió utáni életre, és az könnyíti meg adott esetben a tárgyalási pozícióit szerintem a kormányzatnak is akkor, amikor egészen elképesztő diktátumokat próbálnak lenyomni a Magyarország torkán. De milyen hatása lesz ránk rövid távon ez a típusú... Ez nem rövid táv, tehát nem lehet egyik napról, de most első körben, tehát hogy most... Egyik évről a másikra sem lehet, tehát azt azért szögezzük le, mielőtt félreérteni bárki is, hogy nem lehet egyik évről a másikra kilépni az Európai Unióból. Ez nem csak a kilépés, hanem az uniótól való eltávolodás rövid távon, tehát mondjuk egy ilyen 5 éven belül, egy 5 éves távon. Biztos, hogy gazdaságilag... Hogy fogják az átlag emberek a bőrükön érezni azt, hogyha mondjuk, tehát nem feltétlenül akár, hogyha Magyarország távolodik el, akár, hogyha egyerőbben szankcionálják Magyarországot. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos kérdés, az embereket alapvetően az érdekli. Ami ténykérdés, tehát a kulturális történelmi kérdésekről is beszéljünk, de a gazdaságilag, még egyszer ismertem, 80%-a az exportunknak az Európai Unióba megy. És Magyarország egy exportvezérelt gazdaság, a GDP-nek szintén 80%-át az export adja. Tehát egy export kitett gazdaság, ahogy tetszik. Hát mi történne, hogyha kilépnénk az Európai Unióból? Hát nézzük meg, itt van. Tehát az EU-s támogatások a GDP 4%-át adják. Tomás Puketti nevű, látom, hogy gyakran hivatkozik erre. Én is ismerem ezt a
gazdaságtörténet, gazdaságfilológust, közgazdászt, ugye egy baloldali, van ennek némi bája, hogy egy jobboldali radikális párt egy baloldali közgazdászra hivatkozik, aki részvételi szocializmusról beszél többek között egyik könyvében. A szocializmust azért nem szeretnénk, köszönjük Csatlak szépen. Csatlak Dolnára is hivatkozhatunk, csak akkor rögtön azt mondanák, hogy a mi kutyánk kölyke nem hiteles. Én most nem hivatkoztam Csatlak, viszont hivatkozott erre a francia közgazdászra. Összességében azt látjuk Nagy-Britannia esetében is, tehát hogy a Brexit jelentős gazdasági visszaesést okozott. Egy olyan gazdaság esetében, amely sokkal inkább interkonnektív a világ többi részével, hiszen a harmadbirodalomokán ugye nagyon sok kapcsolata van a tengeren túl a Szigetországnak, és mégis komolyan visszavetette a gazdaságot a kilépés. Rövid távon is, most már mondhatnánk, hogy középtávon is, hiszen eltelt azért némi idő. Úgyhogy mindenképpen ennek nagyon komoly gazdasági kockázata van. Tehát én azt látom, nagyon sok, hogy mondjuk ilyen nemzetstratégiai kérdésben hasonló állásponton vagyunk, de mégis úgy érzem, hogy nagyon sok felelőtlen álláspontja van, és ebben azt gondolom, hogy az önök álláspontja az, hogy azonnal lépjünk, épp ezt kértem, hogy ilyen olcsó váddal ne élessenek. De az, hogy kilépünk, az egy imperatívus kép mondjuk. Mi azt mondjuk, hogy 5-10 éves távlatban, hogy mi történik, az akkor kell majd erről gondolkodni, mikor? Amikor odaérünk. Hát akkor azt fogja mondani, hogy egyik évről a másikra megint nem lehet. Hát most kell egyelőre, beszélni arra, hogy mit akarunk 10 év múlva. Egyelőre ugye azt is mondta ön, hogy mi nettó befizetők vagyunk, ez 2030-ig tételesen nem igaz. Bocsánat, nettó ráfizetők vagyunk. Hát, kicsit elvontabban fogalmaztam. Igen, itt megint a Tomás... Csatlak Dolnára hivatkozok, akkor szimpatikusabb. Csak nehogy az legyen, hogy akkor... Én azt mondom, nagyon sokféle számítás létezik, tehát valószínűleg itt elvesztődnék a számítást. De beszéljünk ezekről, fontos. Jelen pillanatban az Európai Uniós tagság nincs. És igazán nem is értem, hogy miről vitatkozunk. Tehát, hogy most számokra dobálhatunk, de nem tudjuk felmérni azt, hogyha egy év, kettő év, vagy öt év, vagy tíz év alapján, tök mindegy, azt mondjuk, hogy mi elkezdünk egy húzit folyamatot, és akkor a Mercedes gyár meg azt mondja, hogy köszönjük szépen, a BMW se jön ide, Győrben az Audi is elkezd elköszöngetni, mert nekünk a Schengen zóna és az Európai Uniós tagságunk az egyik legfontosabb fegyverténnyünk gazdasági szempontból, de most, ha csak a gazdaságot nézzük, akkor matekozni fogunk. De nézzük már meg azt, hogy közben nekünk van egy utazási lehetőségünk, van egy Erasmusunk, horizontunk, már ameddig még van. Van emellett egészen elképesztő kulturális kapcsolatunk ezzel a közösséggel. Tehát azt mondani, hogy egy Magyarország 9,5 millió lakossal majd kilép és jobb tárgyalási pozícióba kerül egy akkor már mennyi 26 fős tagállammal szemben, illetve közösséggel szemben, az nonsens. Hát hogy? Hát látjuk, hogy képtelenek vagyunk bármit letárgyalni Oroszországgal vagy Kínával szemben, és akkor hogy akarunk majd a világ legnagyobb gazdasági hatalmának, mert GDP-ben az Unió nagyobb, mint Kína, és nagyobb, mint az Egyesült Államok. Tehát ilyen opciónk egyáltalán nincsen, és most nem csak a gazdaság, teljes egészében a történelem, kultúra, oktatás szempontjából teljes felelőtlenség ilyen egyáltalán kampányolni. Hogy jön ez ilyen? A felelőtlenség az, hogyha nem beszélünk arról, hogy mi lesz 5-10 év múlva, és most azt mondjuk, hogy most azért nem lehet alternatívákról beszélni, mert egy-két éves távlatban ez úgysem megvalósítható, ezt aláírom. És éppen ezért kell visszautasítsam azt a vádat, aki azt mondja, hogy egyik pillanatról a másikra nem lehet kilépni. Valóban nem lehet, mi sem ezt szorgalmazzuk. De szerintem 20 év most már eltelt, több mint 20 év az EU csatlakozásról szóló népszavazás óta. Azóta történt-e számvetés, hogy mit hozott nekünk ez az Európai Unió? Vagy lezárunk minden ilyen vitát azzal, hogy hát itt lehet számokkal dobálózni. Hát ez a baj, hogy dobálózunk, és nincsenek objektív kimutatások. Egyébként valamennyire vannak, tehát például az EU-s támogatások ugye a GDP körülbelül 4%-át adják, míg a nyugati cégek a GDP 7%-át viszik ki. Azért nézzünk szembe azzal is, hogy amikor kapunk valamit az Uniótól, azt egyrészt mire kapjuk, ugye? Nem arra, ami a legfontosabb lenne, hanem meghatározott ilyen-olyan presztízs beruházásokra, korrupcióra. Ezeket aláírom, hogy nem arra folyik a pénz, amire kell. Éppen ezért is van itt rendszer szintű hiba, éppen ezért a felelős nemzetpolitika és a felelős külpolitika szerintem az, hogyha mutatja a magyar állam is, hogy van alternatíva, ha mutatja a magyar állam, hogy ha nem egyezik meg ezzel a kormánnyal, akkor csak fel fognak erősödni az unió kritikus és unió ellenes hangok. Tehát igenis, szerintem akkor lesz jobb tárgyalási pozícióban a magyar kormány, és nekünk az az érdekünk, hogy egyébként jobb pozícióba kerüljön a kormány. Sokszor látom baloldalról azt a hangot, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb az ellenzéknek. Ez szerintem nagyon felelőtlen álláspont, amikor az ellen dolgoznak, hogy megkapja a Magyarországon a nekünk járó támogatásokat, hiszen mi is teszünk szívességeket, mi is befizetünk az Európai Unióba, mi is elesünk vámbevételektől, és sorolhatnánk. Ezekért cserébe nekünk jár az a pénz, amit ilyen-olyan sokszor tényleg ideológiai alapon, ideológiai okokkal indokolva próbálnak tőlünk elvenni. Hát, nagyon sok minden van itt összevosva, képviselő úr, de remélem, hogy az ukrán háborúra ki fogunk térni, mert most azért a Kremlben tapsoltak ennek a megszólalásnak, az egészen biztos.
Hát szerintem, ami még nagyon fontos kérdés, vagy hát ami még így aktuálisan, hogy akkor mi lesz az uniós pénzekkel? Hogyan fogjuk ezt érezni? Tehát, hogy gazdaságilag mennyire fogjuk ezt megérezni a konkrét dolgokban? Hogy most akkor úgy értelmezem, hogy nem feltétlenül kellenek nekünk azok a pénzek, de azért néha meg eléggé úgy érződik a kommunikációban is, hogy azért mégiscsak kellenének nekünk ezek a pénzek. Például, hogyha most akkor nem jön uniós támogatás, akkor nem lesz tanárbéremelés, stb. Tehát hogy fog ez most kinézni? Hát ez a pénz, ez jár Magyarországnak. Tehát ugye azért kétarcú az Európai Unió álláspontja, és unió kritikusnak kell lenni, nem unió ellenesnek. Tehát azért is vitatkozunk az unióval, mert szerintünk nincs igaz az Európai Uniónak, hiszen ezek a pénzek, a felzárkózási pénzek, ugye ezek a Covid miatt születtek, megemlékezünk csak vissza. Ugye 2020-ban a Covid után megroppant az egész világgazdaság, az Európai Unió gazdasága is ugye megérezte a válságot, és emiatt döntöttek úgy az akkori vezetők, hogy egy soha nem látott mértékű gazdasági segélycsomagot biztosítanak az uniós tagállamok részére. Elsősorban a déli államok szorgalmazták, emlékezők vissza, gyorsan kellett Olaszországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak a segítség, és ebbe beleállt Magyarország is. Mi azt mondtuk, hogy akkor ugye soha nem látott mértékű gazdasági növekedést éltünk meg azokban az években, nekünk nem feltétlenül kell ez a pénz, de egyetértünk abban, hogy az unió versenyképességének megőrzése érdekében ezekre szükség van. És akkor mi történik egy pillanatra a másikra? Elkészül a helyreállítási terv, amit elfogadnak, amit azt mondják, hogy pipa, rendben van, és amikor a gyermekvédelmi törvényt meghoztunk, egyik napra a másikra azt mondja az Európai Unió vezetése, hogy mégse adják ide Magyarországnak a pénzt. És ki nem kapta meg ezt a pénzt? Lengyelország és Magyarország, a jobboldali kormányok vannak, ahol ideológiai alapú küzdelem folyik gyakorlatilag az Európai Unió részéről a magyar és a lengyel kormány ellen, egy kettős mércét alkalmaznak. Ez a pénz, ez jár Magyarországnak, ez a pénz, ez szükség van, ez a pénz, ez a gazdaságban megvan a helye, többek között a pedagógus béremelés vonatkozásában is, tehát ez a pénz, ez jár nekünk, ezért mondjuk mi azt, hogy az Európai Unió fejezze be ezt a hogy mondjam, ideológiai háborút, ezért vagyunk kritikusok az Európai Unióval szemben, és adja ide Magyarországnak, a magyar embereknek ezt a pénzt. Az külön elszomorító, hogy például Momentumos képviselő ők Brüsszelben azért dolgoznak, hogy Magyarország ugye ne kapja meg ezt a pénzt. Gyurcsány Ferenc ugye valóda vezetője ezt ugye el is mondta nagy büszkén, hogy ők azért dolgoznak, hogy még egy forint se jön ide az Európai Unióból. Tehát ez teljesen, hogy mondjam, a magyar emberek érdekeivel megy szembe, nem is értem ezt az álláspontot, szomorúan konstatálom. Azért mondom, hogy az első kérdésre visszatérve, a mikropolitikánk az a magyar érdekek mentén történik. Mi azért dolgozunk Brüsszelben is, hogy ez a pénz, ami jár a magyar embereknek, az érkezzen meg Magyarországra, a magyar gazdaságba, a magyar embereknek. Azt hiszem jó, hogyha tisztában teszünk azért itt egy-két dolgot, tehát hogy ugye összesen 12 milliárd euróról van szó. 6,3 milliárd a kohéziós alapból, ami a szegényebb országok felzárkóztatására van, és van egy 5,8 milliárdos csomag, ami a helyreállítási alap, tehát ami ugye a Covid utáni gazdasági linkítés. És a helyreállítási alapnál van 27 szuper mérföldkő. Na most én kiírtam azért egy párat, hogy megnézzük, hogy mennyire ideológiai alapon csinálja ezt az Európai Unió. Tehát például ők olyanokat szeretnének, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványokban ne politikusok legyenek, hogy a bírósági felülvizsgálatot lehessen kérni az ügyészségi döntésekkel szemben, hogy kevesebb legyen az egy ajánlatos közbeszerzési eljárás, hogy a bírói függetlenség erősödjön, hogy az országos bírói tanács erősödjön, mondjuk legyen szervezeti jogállása és költségvetése, állami szervek az alkotmánybírósághoz ne fordulhassanak azért, hogy utána csak megakasszanak különböző folyamatokat. Tehát ez minden csak nem ideológia. Az Európai Unió azért adja ezeket a pénzeket, mert a kohéziós alap jár azoknak a különböző elmaradottságú országoknak és területeknek, ahol a szerződés alapján fejlesztésre szorul a mazigazdaság, oktatás, kultúra, bármi egyéb. És amikor azt látják Brüsszelben, hogy maradjunk ennél a szakifejezésnél, hogy ezek nem a megfelelő helyre kerülnek, tehát nem egy működő ország lesz, nem nyugodtabb lesz a magyarok élete ettől, nem az intézmények épülnek és javulnak, hanem a haveri zsebekbe kerülnek, meg lombkorona sétálja, meg kisvasútra fordítják őket, akkor elkezdenek bizonyos szuperfeltételeket szabni, és azt mondják, hogy akkor innentől tessék ezeket teljesíteni, és majd utána jön a pénz. Én úgy gondolom, hogy ez igazából nem lenne olyan bonyolult, annyit kéne csinálni, hogy amire kapjuk a pénzt, arra fordítani, a kórházra, iskolára, oktatásra, működő országra egyszerűen, és akkor ez jönne. Tehát, hogy ezt nem kell túl misztifikálni, meg jogállamiság, meg úristen, hogy mennyire ideológiai alapon, meg csak a jobboldaliság miatt támadnak. Nem. Azért, mert el van lopva a pénz. Nem adják oda, nem tetszik ellopni, majd odaadjuk. Ennyire egyszerű. De azért azt is tegyük hozzá, hogy ezek a kohéziós források, ezek csökkennek, és 2028 környékén ugye a becslések szerint nettó befizetők leszünk. Egyébként
ahogy eddig is vitattam ezért ezeket a kifejezéseket, hadd idézzem azért a német EU biztos, aki azt nyilatkozta, hogy gazdasági szempontból Németország nem nettó befizető, hanem nettó támogatott, ugye? Tehát ők maguk is vitatják egyébként a saját érdekeik szerint ugye ezeket a kijelentéseket. Mindenesetre az Európai Unió nagyon rossz irányba haladt, tehát azzal áltatni a magyar embereket, hogy majd ezt most mi megreformáljuk, csak minket szavazzanak oda, és mi majd rendbe tesszük, csak le kell váltani az eddigi elitet. Ez szerintem egy téves érvelés. És nagyon fájó számomra, hogy az Európai Egyesült Államok megteremtésének ugye egyik alapmozzanata az ugye az volt, amikor a lisszaboni szerződést olvasatlanul megszavazták a Fidesz képviselői is 2007. decemberében. Ekkor indult el az Európai Egyesült Államok felé. Mi ezzel szemben egyenrangú partnerséget követelünk. Azt gondolom, hogy a jelenlegi rendszerben ez teljesen irreális. Ezért volt például kudarcra ítélve a Jobbiknak még a nemzeti korszakában az a kezdeményezés, ami ugye egy alapvetően jó, logikus kezdeményezés volt, a bérunió kérdése, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért adjanak. Ez is azt gondolom egy szemfényvesztés volt, egy palasztvakítás. Ezt akkor is tudták a politikusok, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát én arra kérem a kormányzatot, hogy ne áltassák ittani a magyar embereket, hogy majd meg fogja fizetni az Európai Unió a határvédelem kiadásait, mert nem fogja. Majd mi meggyőzzük az Európai Uniót, hogy a gyermekvédelmi törvény így helyes, és még akár a többi országban is ilyen kellene, nem fogjuk meggyőzni őket. Folyamatos nyomás alatt tartanak, folyamatosan számolják fel a nemzeti önrendelkezésünket. Ezért kell az asztalra csapni, és nem a nemzeti lehetőségeinket, tárgyalási pozícióinkat beszűkítve azt mondani, hogy nincs alternatíva, hanem van alternatíva, ahogy van alternatívája a háborúnak is. Most akkor kicsit beszéljünk a nemzetgazdaságról, mert szerintem Európai Unió kilépés vagy nem kilépés ide vagy oda, a nemzetgazdaság erősítése, azt szerintem ebben mind a hárman egyet is értenének, hogy az fontos, de mennyire lehet, ugye a Mi Hazánk mozgalom szerint, agrár nagyhatalom Magyarország? Hát agrár nagyhatalom, ez majd nyilván a Mi Hazánkos kolléga elmondja, hogy itt mi a terv, de azért azt látni kell, hogy a legfejlettebb országokban, ahol mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar tényleg csúcs technológiával működik, tehát profi, ott egy néhány százaléka a társadalmaknak termeli meg mind az exportra, mind a belső felhasználásra jutó élelmiszert. Tehát agrár országot teremteni azért az egy eléggé ilyen visszateremtés. Én nagyon híve lennék annak, hogyha nagyon magas szintű lenne a magyar élelmiszeripar, és hogy rengeteget exportálnánk, de az még mindig nem azt jelenti, hogy agrárország leszünk. Az azt jelenti. A beszűkítő, mi azért azt nem mondtuk, hogy csak agrárország legyünk, hanem ahogy szerkesztő asszony fogalmazott, agrár nagyhatalom legyünk. Tehát kellően széles spektrummal egyébként az önrendelkezésünket önellátással is biztosítani kell, de azért az élelmiszer önellátás, az élelmiszer önrendelkezés kellene, hogy legyen az első. És most, amikor elárasztanak minket mindenféle génkezelt ukrán gabonával, vegyszerezett mézekkel, csak azért, mert az ukránoknak mindent szabad most, akkor láthatjuk, hogy megint az Európai Unió milyen károkat okoz. Ezeket hol lehet forintosítani? Nem azért, mert az ukránoknak tehát igen, minden szabad. Igen, az Európai Unió egyrészt a piacaink megszerzése és az olcsó munkaerő megszerzése miatt gyarmatosított minket az EU csatlakoztatásunkkal. Másrészt nagyon fájó, és a protekcionizmus... Népszavazás mondta ki, hogy 80% támogatja az Európai Uniós csatlakozást képviselő, nem mondjuk egy képviselő, ez egy demokratikus népszavazás volt? Igen. Az. Akkor még úgy tűnik nem volt a Momentum, pedig szerintem kézzel lábbal tiltakoztak volna, hogyha az Európai Uniós kommunikációs közalapítvány több milliárd forintból, akkori értéken több milliárd forintból, csak egy oldalon az igenek melletti kampányt támogatta. Ugye óriás plakátokon virított, hogy nyithatunk cukrászát Bécsben, és sorolhatnánk még ezeket a teljesen demagóg propagandát, amit a nyakunkban öntöttek. Tehát ezek után a társadalomra tolták persze a felelősséget, de ma már, amikor a saját bőrén tapasztalhatja mindenki, hogy mit hozott az Európai Unió, nem kávézott. Egyeseknek bécsi bankszámlát, azt igen, azt láthattuk. És egyébként a korrupciót aláírom, csak nem most indult ez, hanem már korábban is volt, ugye a Simon Gábor ügy például az MSZP egykori államtitkárát érintette. Tehát mi egyetértünk abban, hogy a korrupciót vissza kell szorítani. Mi tovább is mennénk, mint az Európai Unió, tehát például a mentelmi jog eltörlése, dupla büntetést a politikusokra, és sorolhatnánk még az alapvetéseinket, tehát szükség volna a korrupció visszaszorítására, de ezzel párhuzamosan a gazdaságpolitikában valóban az, hogy agrár nagyhatalom legyünk, arra a földrajzi adottságaink is predesztinálnak minket, nem csak a történelmi, és azért még hadd térjek itt vissza egy pillanatra a Covid diktatúrá is arra az időszakra, aminek ma is nyögjük egyébként
még mindig a terheit, hiszen a protekcionizmus tilalma ugye lényegében azt jelenti, hogy a hazai termékek és vállalatok hátrányt szenvednek a globálisan tőkeerős cégekkel szemben. Hiszen a Covid lezárások alatt nagyon sok hazai kis, közép vagy akár nagy vállalkozás is tönkrement, akiknek nem voltak tartalékaik. Kérdés egyébként, hogy a lezárásoknak ez a következménye, vagy egyenesen a célja volt, hiszen ezek a tőkeerős multinacionális cégek aztán sok esetben tovább terjeszkedtek, vagy nyíltan felvásárolták, de minimum betöltötték azt a megszűnő hazai vállalkozások hagyta piaci gazdasági réseket, amelyek a Covid diktatúra okozta lezárások miatt alakultak ki. Tehát az, hogy például a Covid alatt is fogalmazunk Covid járványnak, tehát most nem akarok én itt most diktatúrázni feltétlenül, de hogy a Covid alatt is a működésképtelenségét mutatta az Európai Unió, és nemzetállami szinten voltak csak támogatható vagy ellenezhető, de bármiféle érdemi lépések, mert egyébként az Európai Uniónak mi volt a leghíresebb, hogy az EU bizottsági elnök von der Leyen a legnagyobb korrupciós ügyként, hogy SMS-ben rendelt meg egy több 10 milliárd eurós Covid vakcina üzletet 2022-ben. Tehát az uniós korrupció egyébként, tehát a saját házuk táján is lehetne sepregetnie nyugodtan az Európai Uniónak. Az olyan mértékű volt a Covid idején is, hogy leginkább csak ebben csúcsosodott ki az Európai Uniónak a tevékenysége. Egyébként egy életképtelen, működésképtelen formáció volt az Unió a Covid idején is, és most pedig nyögjük a lezárások okozta gazdasági hátrányokat, míg egy önellátásra nagyobb arányban berendezkedő nemzetgazdaság védettebb lenne az ilyen támadásokkal szemben is. Barna. Nem tudom, az urak kiveszekedték magukat, akkor próbálok én szólni. Tehát a gazdaságról, agrárgazdaságról kérdezett. Emlékezzük egy picit vissza, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz kormány átvett az országot, milyen helyzetben volt Magyarország gazdasága. Akkor gyakorlatilag trükkök százaival sikerült életben tartani a magyar gazdaságot. Az akkori baloldali kormány ugye átverte nem csak a magyar nemzetet, hanem átverte az unió vezetését is, ami az egyébként asszisztált az akkori unió vezetésének egy része. Lemaradtunk gyakorlatilag a régióban is, tehát legutolsók voltunk mindenféle gazdasági mutató tekintetében, és ebben a helyzetben 2010-ben ugye a Fidesz-KDNP kormány kétharmados felhatalmazást kapott a magyar emberektől, és sikerült gyakorlatilag 4 év alatt 2014-ig egy új pályára állítani a magyar gazdaságot, ebben benne van az agrárgazdaság is. Soha nem látott mértékű gazdasági növekedés volt, emlékezünk vissza, 4-5%-os gazdasági növekedés volt. Korábban a munkanélküliség 12%-os volt 2009-2010-ben, ez gyakorlatilag ma 3% körül van, tehát gyakorlatilag mindenki talál munkát, aki szeretne munkát találni. És soroltam itt a minden makrogazdasági mutatót, hogy mi mindenben fordult sokkal jobbra a helyzet, és ebben az agrárgazdaság is megtalálta maga számítását, hogyha úgy tetszik. Valóban nagyon nagy veszély, amiről itt szó esett az, hogy mi történik most az ukrán mezőgazdasági termékekkel, amelyek rá ömlenek most az európai piacra. Ebben Magyarország nagyon gyorsan hozott a Lengyelországgal együtt és Szlovákiával együtt egy döntést, ami arról szólt, hogy nem engedjük be bizonyos ideig az ukrán gabonát. Lengyelország után, inkább azért fogalmazunk precízen. Jó lenne, ha együtt történne bármi is, de inkább csak mindig lihegünk közösen írtunk, Amerika után. De szerintem a lihegünk, ezek nem jó. Szóval közösen írtunk egy levelet, ugye? A lengyelek, szlovákok, csehek, románok és magyarok közösen írtunk az unió agrárvezetése részére egy levelet, amiben felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez komoly veszélyt jelent a közép-európai országok piaca számára, hogyha ellenőrizetlenül ugye az ukrán mezőgazdasági termékek bejönnek a piacra, hiszen nem erről volt szó, arról volt szó, hogy ezek a termékek, ezek a fejlődő országok számára lesznek biztosítva, gabona folyósra emlékezhetünk ezekre. Tehát kifejezetten a szegény országok számára mentek volna ezek a termékek, és egyik pillanatra a másikra megjelentek itt az uniós piacon. Olyan termékek, amelyekre nem vonatkoznak az Európai Uniós előírások, nagyon ugye szigorú minőségbiztosítás van Európában, akár mézről beszélünk, akár gabonáról beszélünk. Reagált is az Európai Bizottság szóvivője, hogy reagált, vagy az egyoldalú kereskedelem. Igen, egy oldalú kereskedelem az átgondolatlan, ugyanakkor valamilyen megoldás szükséges, mert az úgy nem járja, hogy valaki úgy tud termelni, hogy nem tartja be az előírásokat, sokkal olcsóbban tud persze termelni, míg másoknak előjönnek egy csomó mindenféle minőségbiztosítás, meg termelői szakelőírást, az meg sokkal többe kerül. A minőség is nagyon különböző, hallani arról, hogy az ukrán gabona mérgező, hallani arról, hogy olyan rovarírtó szereket használnak, amelyek az unió betiltott, amelyek károsok az egészségre, mert ezelőtt, mit tudom, 20 évvel voltak érvényben, régi technológiát használnak, a raktározási technológiájuk más. Tehát
Tehát egy csomó előírás van az Unióban, amelyeket nekünk be kell tartani, és a mi gazdáink, mezőgazdaságban dolgozó magyar emberek, ezeket be kell tartsák, ugye? Tegnap a parlamentben is volt erről szó, többen is felszólaltak ebben, összhang volt, mind az ellenzéki felszólalók, mind a kormánypárti felszólalók részéről, hogy ez ellen tenni kell, és a magyar kormány tesz is. Egyrészt most korlátoztuk a behozatalt, másrészt pedig folyamatosan tárgyalunk Brüsszellel, illetve a régiós partnereinkkel, hogy közösen lépjünk fel, és találjunk megoldást ezekre a problémákra. És akkor én is gyorsan reagáljak is a kérdésre. A mi álláspontunk, momentum álláspontja az, hogy abból kell kiindulni, hogy milyen emberanyag van Magyarországon, milyen képességek vannak, milyen állapotban van a magyar nemzet. Tehát nekünk két dolog, ami prioritás lenne, az egyik az oktatás, a másik pedig az, hogy a gazdaságnak elsősorban egy ilyen emberközpontúvá kéne válni, tehát hogy abba arra fókuszáljunk, hogy a körülményeket megteremtsük mindenki számára. A legkisebbtől az időség, tehát hogy a óvodától, vagy bölcsődétől a felnőtt képzésig, hogy elérhesse a célját, hogy kitörhessen egy olyan környezetben, amiben nem akar lenni, illetve hogy általában a humán erőforrás fejlesztő, tehát a pszichológiai és fizikai egészségét a magyarságnak, mert mi egy olyan világot képzelünk el, ahol az állam elmondja azt, hogy nézzétek, globális felmelegedés van, nagyon szeretnénk, hogyha a klímaváltozás kapcsán lenne minél több innováció, erre adunk plusz pénzt, meg mondjuk a rákkutatásra, meg egyéb egészségügyi kutatásra, de nem megmondjuk, hogy akkor ennek a cégnek ezt kell csinálnia, meg annak a cégnek azt kell csinálnia meg ebbe, nem, hanem körülményeket teremtünk ahhoz, hogy az innováció és a magyarok kreativitása révén ez kifejlődhessen. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy na már pedig ilyen országgá kell tenni Magyarországot, az igazából picit szembe megy a realitásokkal, mert ugye látjuk, hogy globális ellátási láncok vannak, ugye ezt nyögi jelen pillanatban az Unió, hiszen azok a covidos bedőléssel, azok nem tudtak helyreállni minden mai napig se teljes egészében. Hogyha a globális ellátási láncokba be tud csatlakozni egy magyar cég, tehát mondjuk beszállít egy autókereskedőnek, vagy beszállít egy, tudom, egy orvostechnikai eszközöket szállító cégnek, akkor ő már az ellátási lánc része is. Ezeket kell először kiépítenünk, ehhez viszont oktatás kell, ehhez viszont humán erőforrás fejlesztés, és mondjuk egy olyan országban, ahol több mint 4000 tanár, 4000 tanár helyez illetétbe a felmondását, hogyha a legközelebbi státusztörvény életbe lép, hát az nem abba az irányba mutat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy bármikor is lesz végre kormányváltás, az új kormánynak ennek kell, hogy legyen az elsőleges prioritása, hogy a magyarok állapotát tegye egy kicsit rendbe. Ezzel egyet is tudok érteni, csak az a baj, hogy ha most az Európai Unió felelősségét vizsgáljuk ebben a kérdésben, akkor például ugye a strukturális alapoknak a megcímkézése az azt jelenti, hogy nem költhetjük arra, amire szeretnénk. Tehát mi itt most megegyezhetnénk az országgyűlésben, vagy szűkebb berkekben arra, abban, hogy minek a felzárkóztatására kell nagyobb figyelmet fordítani, csak hogy az Európai Unió azt mondja, hogy a megcímkézett pénzeket, azokat másfél méter magas kilátóra kell fordítani, a főtér térkövezésére, díszkútra. Tehát nem arra, amire igazán szükség volna, mert nekik inkább az olcsó munkaerőnkre van szükség, nekünk viszont a nemzetgazdaságunk talpra állítására, és egy kicsit az önellátásra, az élelmiszer biztonság megteremtésére például elsőként, én azt gondolom. Tehát valóban szükség volna egy fejlődő pályára állítani egyébként demográfiailag is az egész magyarságot, hiszen tulajdonképpen egy kudarc sajnos az Orbán kormány népesedés politikája is. Egyre nagyobb mértékben fogy a magyarság, és elértéktenedett minden családtámogatás is. Ugye a Magyar Nemzeti Bank megállapítása, képviselő úr, hogy a 2010-ben a legnagyobb vívmányként bevezetett kormányzati kétségkívül le a kalappal nagy dolog volt, családi adókedvezmény, mondjuk 3 gyereknél 100 ezer forint, az ma már fele annyit ér, sőt, ez tavaly májusi, a választások után merte csak a Nemzeti Bank is ezt a jelentését nyilvánosságra hozni, de fele annyit ért már tavaly májusban is, amikor még csak akkor indult az infláció. Ezek mind elértéktelenedettek, mert egyik sem infláció követő, úgy, ahogy viszont a nyugdíjak egyébként, ugye legalábbis papíron, törvény szerint azok. Az összes többi nem infláció követő, tehát az adókedvezmények sem, a családi pótlékról, egyebekről nem is beszélve, de nem amellett szeretnék most síkra szállni, hanem az, hogy a kormányzat által kétségkívül pozitívan bevezetett intézkedések sem kiszámíthatóak ilyen magas mértékű infláció mellett. Tehát így nem tud tervezni egy fiatal családot alapítani több tíz évre, hogy néhány év alatt elinflálódik a kormány legnagyobb büszkeségével bejelentett támogatás is. Hát még csak kormányváltás sem volt, a kétharmada sem dőlt meg, nem volt itt semmi rendkívüli dolog, és mégis a saját kormány által külső kényszer nélkül önszántából legnagyobb büszkeségével bevezetett intézkedéseket is hagy
hagyták elinflálódni. Fele annyit sem ért. Fele annyit sem ért. Így nem lehet például családot alapítani és tervezni jövőt. Covid diktatúrát. Volt egy Covid válság, az egy rendkívüli dolog. Van egy háború, van egy szankciós infláció, rendkívüli helyzet van, és mégis a kormány megőrizte ezeket a családtámogatási rendszereket. Sőt, újra volt, amit el is törölt. A 25 év alattiak, vagy a 4 gyermekes édesanyák adókedvezmény, az infláció követés, egy másrészt egy új elem is. Tehát folyamatosan a kormány keresi a megoldást annak érdekében, hogy ki gyereket vállal, az ne vállaljon szegénységet. És régen szoktuk mondani, amikor nem voltak családtámogatási intézkedések, valaki sok gyereket vállalt, ön is sok gyerekes, én is sok gyerekes vagyok, akkor automatikusan ugye sok gyerek az a szegénységet is jelentette. Az egész rendszer bevezetése ezt célozta. Van egy része, ami az adó támogatáson keresztül van, amelyik a lakás megszerzésére nyújt segítséget a fiatal házasok, gyerekes házasok számára, és van olyan, ami az életben való boldogulást segíti. Tehát egységében kell nézni ezt a rendszert, és én büszke vagyok arra, hogy nagyon sokan elismerik, hogy Magyarországon működik a világon a leghatékonyabb családtámogatási módszer. És még ha egy gondolatot megenged, ugye Tompos képes úr valóban elmondta, hogy ők holisztikusan nézik a magyar emberek sorsát, és hogy minden vonatkozó lelki, fizikai értelemben is azon dolgoznak, hogy segítsék a magyar embereket. Én mégis szomorú vagyok akkor, amikor azt látom, hogy például a rezsicsökkentést támadják. A magyar emberek számára egy nagyon fontos segítséget jelent, hogy minden háztartás részére 181 000 forint havonta a támogatás, tehát ez egy óriási évente a támogatás, tehát ez egy nagyon nagy mértékű segítség. Ön mégis azt mondta, hogy ez politikai termék, amikor ennek a bevezetése. Hát magyarázzal akkor a háztartásoknak, hogy 180 000 forint ez egy politikai termék. Nagyon szívesen elmagyarázom nekik, hogyha nem lenne egy rezsicsökkentés, hanem mondjuk piaci áron vásárolta volna az állam a gázt, illetve nem egy kötött áru lenne mondjuk egy csomó terméken, akkor nem ekkor lenne az infláció, akkor nem ennyit fizetnének a gázért. Tehát nagyon szépen el lehet adni azt, hogy rezsicsökkentés meg 181 000, ezt lehet ismételgetni is folyamatosan, csak attól még nem válik igazzá. Az de, a probléma de ténylegesen ezzel... a 180 000 forint, a 180 000 támogatás minden magyar család részére. Nem, ezt önök kitalálták politikai termékként, de ez egy átlag, ami a különböző profiloknál, hogy valaki vállalkozóként, valaki családként, valaki egyedülállóként, valaki nyugdíjasként mennyit fogyaszt, és abból húztak egy vonalat, és azt mondták, hogy akkor mindenki ennyit kap, de ez nem így van egyáltalán, ez nem így működik. Kicsit olyan, mint az átlagbér, ami mindenki a fejét fogja, amikor kihozza a KSH, hogy több mint 500 000 forint Magyarországon az átlagbér, tehát azt gondolom, hogy ez tényleg félrevezető lenne. De Tudja, hogy most kapnak az emberek támogatást, vagy nem kapnak az itt támogatást. Kapnak támogatást. Meg azt mondta, hogy politikai termék, tehát ez mintha nem létező dolog lenne. Ez egy létező dolog. Így nehéz vitatkozni, ha valami létezik, azt mondja, hogy megkérdezi a létezését. De mi a termék, az nem létezik. Jó. Mielőtt filozófiai vitákba bocsátkoznak, hadd kérdezem meg képviselőről, ki ma Magyarországon a családügyi államtitkár? A Hónuk Ágnes. Igen, és ön szerint... De most elnézést kérek, ön szerint amióta megszűnt Magyarországon a családügyi minisztérium, milyen olyan intézkedése volt, egyébként Novák Katalin óta akár mondhatjuk, bármilyen olyan családpolitikai intézkedés mi volt, ami a magyar emberek érdekeit szolgálta, miközben folyamatosan inflálódott el minden családtámogatás. És volt, amit kifejezetten meg is szüntettek, tehát a lakásfelújítási támogatás, a gépkocsi vásárlási támogatás a nagycsaládosoknak, és sorolhatnánk még, amit kifejezetten akár meg is szüntek. Fontos a teljesen ez a témánk, úgyhogy még ugorjunk a keleti nyitásra, mert szerintem az még izgalmas, mert a Holnap Magyarország a terv szerint a kormány keleti nyitása egy populista szemfényvesztés volt, és semmilyen érdemi hasznot nem hozott az országnak, a Víradat program pedig kb. Az ellentétét gondolja. Most akkor mi a valóság? Hát nézzük, hogy mi az, hogy haszon. Tehát, hogy a keleti nyitás azt mondta ki, hogy új szelek fújnak, és ha jól emlékszem, majd kijavít a kormánypárti kolléga, Törökország, talán Kína, Oroszország, ezek az új sztárok, és hogy velük kell majd üzletelni. Most megnézzük a számokat, a nyugati függőségünk, ami ugye kitűzött cél volt, hogy minimum 30% legyen a keleti kitettség, és ennyivel és csökkenjen a nyugati, nem csökkent. Ha megnézzük azokat az export-import arányokat, ami kitűzött cél volt, nem valósult meg. Tehát, hogy a kitűzött cél, és erre mondják azt, hogy nem baj, de jön befektetés. Jön a kínai akkumulátorgyár, jön a koreai akkumulátorgyár, jönnek, nem tudom, ilyenek, olyanok. Igen, ezek ugyanúgy Nyugat-Európába termelnek.
Tehát ugyanúgy nem fog változni semmi a kitettségünkben. A keleti nyitás az egy nagyon ügyes szemfényvesztés volt arra, hogy el lehessen adni a mindenféle haverkodást a Pekinggel, Moszkvával, Teheránnal, csak aztán közben igazából a magyar emberek számára nem volt olyan kézzelfogható eredménye, ami utólag az egyébként teljesen vállalhatatlan, mondjuk Magyar Nemzeti Kereskedőház működését, vagy az mondjuk a nem tudom milyen szíriai templom támogatást, meg ilyeneket validálhatott volna, és akkor mondjuk egy mexikói építkezést, meg hasonlót még nem is említettem. Tehát pénzszórás volt, szemfényvesztés, és igazából nincs az az a mutató, ami alapján aláálltam azt, hogy a keleti nyitása sikeres lett volna. Ezek szerint Macron, a német külügyminiszter, a brazil elnök, aki csak én Magyarországról beszélek. Voltak Kínában azok azért még szintén populista vagy szemfényvesztő húzások mentén próbálnak kapcsolatokat kiépíteni Kínával, vagy sorolhatnám, hogy Törökországban ki mindenki járt az elmúlt egy hónapban, egymástnak adják a kilincset a világ nagy országainak vezetői, külügyminiszterei, miniszterelnökei. Ez egy mondjam, összekapcsolódó világ, mindenki keresi a helyét, mindenki keresi a partnereket. Hát pontosan ezért kellett nekünk is menni, és azt nem tettük volna, akkor sokkal kevesebb befektetés érkezett volna Magyarországon. A legnagyobb befektetők ugye dél-koreaiak, kínaiak, távol-keletiek, nagyon sokan itt fektetnek Magyarországnak, munkahelyeket biztosítanak, több tízezer magyar embernek van így munkahelye. Ugye amikor mi azt mondtuk ezelőtt néhány évvel, hogy egymillió új munkahelyet teremtünk, akkor sokan nevettek rajta, és kifigurázták a miniszterelnököt, mindenféle viccek, meg mémek készültek, és íme van egymillió új munkahely. Többek között annak is köszönhetően, hogy megvalósult és sikeres volt a keleti nyitás, ide jöttek a világ távolabbi országaiból is befektetők, és itt fektették be a pénzüket, itt építettek gyárat, és magyar emberek számára biztosítanak munkát, és a magyar exportot növelik azáltal, hogy innen exportálják a termékeiket Európába vagy a világ más részébe. Na azért most itt, bocsánat, mindjárt a szót, csak egyetlen egy gondolat. Egy millió új munkahely, a KSH vértizadott, hogy ezt meg tudják oldani a statisztikákban, de azért nézzük már meg, hogy a Gödi Samsung gyárban 50% a magyar. A mostani Katlu gyár, ami Debrecenbe érkezik, a kínaiak mondták el, hogy elsősorban magyar beszállítóval, különösen a kínai HR-esekkel, tehát kínai cégeken keresztül fogják kínai munkavállalókkal feltölteni. A Videotonnak a vezetője, a Videotoné, aki be tudna csatlakozni hozzá, elmondta interjúban, hogy ők bejelentkeztek a kínaiaknál, és a kínaiak közölték, hogy bocs, nem, a kínaiakkal fogjuk feltölteni a gyárat. Hát azt mondani, hogy majd jönnek a munkahelyek, igen. A kínaiaknak, a pakisztániaknak, a vietnámiaknak, a mongoloknak és a kazahoknak. Igen. Most az előbb azt mondta, hogy nem jön senki. Most mondom, hogy jön valaki. Ne vicceljük el, képviselő. Ez súlyos helyzet, és ehhez sajnos most igazat kell adjak neki. Ne vicceljük el, súlyosabb a helyzet. Légből kapott állítások vannak. Légből konkrétumokat hallottunk, és még hadd csatlakozzak ehhez, mert sajnos súlyosabb a helyzet. Nem csak úgy külföldi beszállítók, hanem az itt dolgozó, a debreceni dolgozóknak is várhatóan a többsége, mondjuk ukrán, pakisztáni, fülöp-szigeteki bevándorlók lesznek. Már ezeken a külföldi portálokon hirdetnek álláskereső jelleggel a debreceni akkumulátor gyárba alkalmazottakat. Tehát sajnos az a demográfiai probléma, amivel most tettünk egy kis valóban kitekintést, vagy egy kis elkanyarodást, az ilyen gazdasági következményekkel is jár, hogy nincs elég munkaerő. Másrészt pedig ahhoz is csatlakoznom kell, hogy a KSH-nak valóban sokat kellett izzadnia, hogy 1 millió új munkahelyről beszéljünk. Például beleszámították a közmunkásokat is, ugye, a munkahelyteremtésbe, ami hát finoman szóval még csak nem is alul fizetett, hanem hát ez piaci alapú fizetésnek sem lehet azt gondolom nevezni. És sajnos a közmunkaprogram sem azt célozza, hogy például díjazza azokat, akik mondjuk visszatérve az agrárnagyhatalommá válásba, akik akár termelő munkát is tudnak végezni, azok mondjuk kaphassanak egy kicsit többet, hanem csak aki bármit sepreget, ugyanazt a pénzt megkapja. Nincsenek ösztönözve arra egyébként, hogy visszatérjenek a piaci alapú munkavégzésbe. Tehát ez ugyanolyan kozmetikázás, mint amikor mondjuk a szabálysértési értékhatárt 50 000 forintra megemelve egy átlagos bicikli ellopása már nem minősül bűncselekménynek, na hát akkor csökkentettük a bűncselekmények számát is, lehet ilyen statisztikai trükközésekhez folyamodni, de sajnos az olcsó munkaerő az, amire épít egyébként az Európai Unió is. Viszont a keleti nyitást annyiból védelmembe kell, hogy vegyem, hogy így is komoly nemzetgazdasági károkat kellett elszenvedjünk már a rendszerváltáskor is, tehát ne aggódjon, nem mindig mindent a Fidesz nyakába akarok én varni, mert már a rendszerváltás óta... megszoktuk. Persze, de azért a oroszok elleni szankció ügyében sajnos súlyos felelőssége van, hogy velük nem azért, hogy kiarcoltunk mentességet Magyarország nem, azért, számára, azért, gázis, olaj, azért hogy az embargó, nem? Hogy az embargó az bizony vonatkozik ránk is, például a mezőgazdaságra épülő feldolgozó ipar
is sújtja az embargó évek óta. Nagyon komoly piacok lehetnének. Emlékszünk, hogy a rendszerváltás előtt ugye mennyivel nagyobb sertés állomány volt, hogy épült le töredékére, és sorolhatnánk ugye. Tehát azok a hatalmas felvevő piacok, azok igenis igényt tartanának a magyar termékekre. Tehát szükség volna a keleti nyitásra, de ami ebben egyébként az unió felelőssége, túl azon, hogy korlátozza a szabad kereskedelmet Magyarország számára is, például Oroszországgal, de akár Kínával kapcsolatban is, de hát még az Európai Unión belül is, hogyha mondjuk a schengeni határokat nézzük, Románia és Bulgária már több mint 10 éve teljesítette a kritériumokat, ennek ellenére Ausztria politikai okokból blokkolja, ugye? Tehát még egyébként a schengeni határokat sem, most ha keletre nézünk, és ilyen értelemben most egy kicsit a külhoni magyarságra is, akár képviselő úr, tudom, hogy szívén viseli a külhoni magyarság sorsát is, tehát akár az erdélyi magyarokra is gondolva, de akár gazdaságilag is, nagyon fájó, hogy még a schengeni határok sem valósulhattak meg az Európai Unión belül. Tehát lehet folytatni ezt a kis gömböc politikát az Európai Unióban, hogy mint minden birodalom folyton növekszik, és ezzel próbálja elodázni a bukását, de azt gondolom, hogy ez semmi jóra nem fog vezetni, legalábbis a magyarság szempontjából egész biztosan nem. Még akkor sem, ha lehet, hogy a németeknek ez érdekükben áll, ahogy a német biztos is mondta, hogy ők lényegében támogatottak. Ránk pedig hivatalosan kihozhatják ezt, de tartom az álláspontomat, hogy nettó ráfizetők vagyunk. Mi a helyzet Amerikával? A Orbán Viktor beszédéből úgy tűnt, hogy nem a legjobb a viszony, most viszont a Kossuth Rádiós interjújában azt mondta, hogy barátok és szövetségesek vagyunk. Mi a helyzet most akkor jelenleg? Amerika barátunk, ugye? Tehát nekünk nem Amerikával van bajunk, hanem amerikai demokrata vezetés, azt látjuk, hogy hát folyamatosan kifogást emel Magyarország vonatkozásában. Emlékezzünk vissza, amikor konzervatív vezetője volt Amerikának, és konzervatív párt által, vagy kormány által küldött nagykövet volt, akkor kiválóak voltak a viszonyok. Most egy picit problematikusabb a viszony. Én azt remélem, hogy ez a viszony ez helyre fog állni. Mi azon dolgozunk, hogy ez a viszony ez helyre álljon. Többek között azt látjuk, hogy gazdasági értelemben ugye nagyon jók a kapcsolatok, nagyon sok amerikai cég van itt Magyarországon, több tízer embernek adnak munkát, katonai értelemben is nagyon jók a kapcsolatok, tehát a NATO keretén belül Magyarország jó szövetséges, minden alkalommal elmondják. Én a NATO parlamenti közgyűlésének vagyok a magyar delegáció vezetője, minden alkalommal elmondják amerikaiak pártállástól függetlenül, hogy nagyra tartják a magyar katonákat, a magyar szolgálatot a NATO keretén belül. Tehát vannak ennek a kapcsolatrendszernek nagyon sok pozitív eleme. Van egy politikai helyzet, ami most kialakult. Mi azon leszünk, hogy ez a viszony ez javuljon, és hát lássuk, hogy a választások alkalmával majd milyen vezetés jön, és az majd milyen stratégiát alkalmaz Magyarországgal szemben. Ez nagyon jó hangzik, képviselő úr, csak az a helyzet, hogy azok a szankciók, amiket most kivetettek, ugye három emberrel szemben, a Nemzetközi Beruházási Bank vezetőivel szemben, azok úgynevezett bipartisan, tehát kétoldali támogatást élveznek, és amikor az önök által csak présembernek nevezett amerikai nagykövet jelezte, hogy ő járt az Egyesült Államokban, otthon volt, beszélt a külügyminiszterükkel, akkor megint csak elmondták, hogy a Magyarországgal szembeni keményebb kiállást azt mindkét oldal támogatja. Mindkét oldal. Republikánus és demokrata egyaránt, mert elegük van mindenkinek, és a legújabb kiszivárgott Pentagon iratokból az is kivilágult, hogy amikor az Egyesült Államokat nevezi meg, pontosabban a Biden adminisztrációt, bocsánat, nevezi meg a magyar miniszterelnök az egyik legfőbb ellenfelének, és utána azért elmondja, hogy mi vagyunk a legnagyobb szövetségesek, akkor egy olyan pávatáncot próbál meg eljátszani, amit nem lehet. Tehát ugye van egy szint, amikor már nem tudjuk egyik kézzel pofozni, a másikra megsimogatni a szemben álló felet, mert egy annyira fontos szövetségesünk, a legfontosabb katonai szövetségesünk, és egy nagyon fontos gazdasági befektetőnk, hogy ők elköteleződést várnak, amellett, hogy mondjuk az önök beszélő fejei például nem lépnének hadba az Egyesült Államokkal, Európai Unió szinten, ugye, hogy ezt Bencsik úr megtette. Magyarországon most itt vannak az oroszok? Hát önök beengedték, de azért még katonával szerencsére nem. Ami viszont látszik, nem nagyon értem azt a plakátkampányt, amit az amerikai nagykövetség finanszíroz, hogy ruszkik haza. Tehát, mint a 91-ben az utolsó orosz katona haza lett. Nem érték, képviselő úr. És azóta nincsenek itt oroszok, tehát erősen sajátos ez a szerepállás az amerikai nagykövetség részéről. Nagyon sajnálom, hogy nem érték, pedig nem bonyolult. Ez arról szól, hogy Ukrajna is ugyanolyan szabadságért küzd, mint ahogy a magyarok 56-ban. Nem jó a párhuzam, nem tökéletes, de az üzenet szerintem nem annyira bonyolult, vagy hát legalábbis szerintem érthető. De azért az is látszik, hogy azért veszélyben vannak a magyar-amerikai kapcsolatok erősen, és ahogy ön is említette, egy nagyon fontos gazdasági partnerünk az Egyesült Államok. Orosházán például az amerikai üveggyár most zárt be.
Van, aki azt rebesgeti, hogy az elszálló gázárak miatt, valaki azt rebesgeti, hogy azért, mert amikor a magyar kormány megvétózta a globális társasági adó bevezetését, akkor az Egyesült Államok felmondta a kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezményt, és utána már nem biztos, hogy annyira megéri amerikai cégeknek itt befektetni. Tehát lehet elmondani azt, hogy mi nagyon nagy barátok vagyunk, és csak a demokratákkal van a probléma, csak egyrészt nem csak a demokraták mondják ezt, hogy ez így nem oké. Másrészt, amíg a sajtótermékeikben amerika ellenes hangokat ütnek meg, és közben olyan gazdasági lépések jönnek, amik a magyar munkavállalókat sodorják veszélybe, a magyar megélhetést sodorják veszélybe, addig ez nem lesz annyira hiteles. A véleményszabadsággal egyetértően, tehát a sajtóban minden újságíró azt ír, amit szeretne. Újságíró, igen, csak központilag irányított a babalista, az nem újságíró. De szerintem ez így rendben van, és hogyha még egy szót lehet erről a kapcsolatrendszerről, én büszke vagyok arra, hogy május elején ugye itt lesz Magyarországon a CPEC, ugye a legjelentősebb hát konzervatív esemény sorozat. Ugye nagyon ritkán viszik ezt külföldre és Magyarországra, másodszor jön. Gyakorlatilag ez fölvonultatja a konzervatív pártnak a legjelesebb személyiségeit, gyakorlatilag azokat a véleményformálókat, akik konzervatív párt környékén vannak, hogyha igaz lenne amit képviselő mond, hogy hát a konzervatívak részéről is megvetik Magyarországot, akkor valószínűleg nem rendeznék nem itt megvetik. A, valószínűleg nem rendeznék itt a CPEC-et, és nem jönnének el ilyen nagy számban, és nem lennének jó barátaink nagyon sokan Amerikából. Én azt remélem, hogy ez a politikai vita, ami kialakult, ez jó irányba fog fordulni. Azért is kell szerintem mielőbb békez, és képviseljük azt, hogy legyen béke, mert a háború az mindent beárnyékol, és hogyha béke lesz, tűzszünet lesz, akkor szerintem le lehet ülni, és akkor a háború rémétől egy picit elvonatkoztatva rendezni lehet például az amerikai-magyar kapcsolatrendszert is. Bocsánat, nem akartam ebbe a féltékenységi vitába beavatkozni, hogy most ki itt Amerikának a nagyobb csatlósa, de egyébként ez, amit Orbán Viktor mondott, azért ez nagyon álságos, hogy mi mekkora nagy barátok vagyunk. Ez kicsit hasonlít arra, mint amikor a Szovjetunió volt itt hasonlóan testvéri vagy baráti országként Magyarországon ideiglenesen állomásozva, hogy most ideiglenesen állomásozik már nem tudom hány éve, évtizede Magyarországon ilyen-olyan NATO harccsoportként, leginkább amerikai katonák, a magyar kormány jóvoltából felvonulási katonai, idegen katonai felvonulási területté téve hazánkat. Tehát egyébként szerintem teljesen mindegy, vagy szinte teljesen mindegy, hogy republikánus vagy demokrata elnöke van az Egyesült Államoknak a magyarság szempontjából. Ugyanúgy kiszolgálja Magyarország, úgy tűnik, ezeket az amerikai igényeket, legyen szó Afganisztán megszállásáról, vagy egyébként Ukrajna támogatásáról. Mert 10 féle módot föl tudnék sorolni, hogy hogyan támogatjuk igenis körmönfont módon Ukrajnát, például harci gépekkel, hivatalosan Szlovákia légterének védelmét ellátva, hogy Szlovákia közben a saját MiG-29-eseit adhassa Ukrajnának. Meg persze a magyar-ukrán határon nem mehet át fegyverszállítmány, de a magyar-szlovák és a magyar-román határon keresztül már igen, és úgy már áramolhat a fegyver Magyarországról is, és sorolhatnánk még azokat a pontokat, még az is kiderült ugye, hogy ukrán katonák, egészségügyi szakemberek kiképzésében is részt vesz Magyarország titokban, ezt a szlovák honvédelmi minisztertől kell megtudjuk, miként az ukrán védelmi minisztertől tudtuk meg azt, bocsánat, a vezérkari főnöktől azt, hogy magyar kollégája, a magyar honvédség parancsnoka is titokban Ukrajnában járt, és erről is csak utólag ukrán híradásból értesültünk, vagy azt, hogy a NATO, hogy a Pápán állomásozó magyar felségjelzésű nehéz légiszállító gépek, ugye egy kiszivárgott fénykép szerint szállítja a páncértörő rakétákat Ukrajnának, és sorolhatnánk, hogy hogy vesz részt Magyarország a gazdasági háborúban pénzügyi támogatással, és sorolhatnánk. Tehát igenis amerikai érdekei szerint akár Ukrajnát, akár Irak megszállását, Afganisztán csúfos bukással végződött megszállását is mind-mind amerikai nyomással hajtottuk végre, de talán a legpikánsabb az volt, hogy most a Nemzetközi Beruházási Bank elleni amerikai nagyköveti sajtótájékoztató másnapján vagy két napra rá Orbán Viktor azt mondta, hogy akkor nekünk sincs keresni valónk ott. Tehát így működik ma Magyarországon az amerikai diktátum és a nyomás gyakorlás. Tehát lehet ez ellen hangzatos szólamokat tenni, és egyébként kétségkívül az összes eddigi külügyminiszter közül a legjobb a Szijjártó Péter vezette diplomácia az elmúlt évtizedekben, és öröm néha hallani azokat a szép hangzatos szavakat, de azért, amikor ilyen érdemi döntések születnek, akkor azért azt látjuk, hogy ahogy Brüsszelben nem vétózzuk a különböző szankciókat, úgy szolgáljuk ki az amerikai érdekeket is sajnos. Hogyha ez nincs hozzáfűzni, ölöm még egyetlen egy aspektus. Hát lenne, de ezt folytathatnánk holnap reggelig, hogy kiszivárgott fényképek, meg nem tudom mi alapján hangzanak el állítások, így nehéz jutatkozni.
Hát ez nem kiszivárgott fénykép, tehát egy Európai Uniós tagállam honvédelmi minisztériumának az oldalán, azt hiszem Hollandia honvédelmi minisztériumának oldalán jelentek meg azok a fényképek, amit aztán nem is tagadtak, csak hát azt mondták, hogy hát ez egy közös NATO misszió, vagy a közös, bocsánat, több nemzeti, nem is NATO, de több nemzeti katonai fenntartású gép, csak hát magyar felségjelzése, és hát Pápán állomásozik, meg hát itt rakodják be, meg ki, de hát a magyar-ukrán határon semmit, csak egy kicsit megkerül be azt. Akkor tényleg még csak egy aspektus, hogy miért, vagy mennyire reális ez a balkáni nyitás, ami most történik? Például az, hogy ugye már több ízben kaptak támogatást a boszniai szerbek. Utoljára a hitel formájában, ami úgy tudom, hogy a katonai fejlesztésekre szolgál, előzőleg pedig vissza nem térítendő gazdaságfejlesztési támogatás. Tehát ennek van valami magasabb rendű célja? Nem tudom, milyen támogatásról beszélni. Amiről tudok, az az, hogy Magyarország stratégiai érdeke az, hogy a Nyugat-Balkán az fölzárkozzon Európához, az euró-atlanti integráció megtörténjen. És itt szinte mindegyik állam vonatkozásában szerintem erős magyar, vagy mindegyik állam vonatkozásában erős a magyar érdek. Már csak azért is, hogy ne kerüljenek nagyhatalmak érdekkörében, ne legyen különféle nagyhatalmak felvonuló területe ez a térség, tehát ha az euró-atlanti térségnek tagja lesznek ezek az országok, akkor szerintem a térség stabilitása, Európa stabilitása nőni fog. Ez egy magyar stratégiai biztonsági érdek, és egy magyar gazdasági érdek is, hiszen itt a magyar cégek jellemzően jó pozícióban rendelkeznek ezekben az országokban, tehát ebben az irányban is meg tud valósulni a gazdasági expanzió, a kifektetés, hogyha úgy tetszik, meg egyáltalán a gazdasági együttműködésben szerintem rengeteg tartalék van, és hát van Szerbia vonatkozásában ugye egy nemzeti érdek is, ahogy tetszik, nemzeti stratégiai érdek is az ott élő magyarság vonatkozásában, amelyik az elmúlt időszakban szerintem azt a klasszikus hídszerepet, amiről mindig beszéltünk, az be tudta tölteni, és a VMS gyakorlatilag hát összetudta hozni aktív közreműködéssel ezt a szerb-magyar együttműködést, stratégiai partnerséget, ugye soha nem volt olyan jó a két ország kapcsolata, mint most, és ebben ugye rengeteg lehetőség van, oktatási, kulturális kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok, és hát leginkább ugye a biztonság szempontjából az meghatározó, és hát az illegális migrációt se felejtsük el, tehát ha ezek az országok megerősödnek, tagjai lesznek az euróatlanti térségnek, akkor az illegális migráció ellen is közösen tudunk fellépni. Tehát ez stratégiai magyar érdek, hogy ez a térség a Nyugat-Balkán és minden ország itt Nyugat-Balkánon fölzárkozzon. Én elemben tudom, hogy melyik támogatásra gondol. Ugye a boszniai szervezetű Dodik kapott, nem is tudom mennyi pénzt a magyar kormánytól, kormányon keresztül. 40 milliárd forint. Ugye azt tudni kell, hogy önmagában szerintem teljesen egyetértünk abban, hogy a balkáni országokkal való itt egy gazdaságfejlesztési pályázati rendszer volt. Itt nem valaki kapta, meg valaki kapta, ott egy gazdaságfejlesztési program. Igen, hát Dodikon keresztül pont, hogy nem, mert nyilván az ugyanúgy végülis a magyar kormányon keresztül mennek az uniós pénzek, az is gazdaságfejlesztés, ugye látjuk. De azért azt érdemes úgy kontextusában nézni, hogy amikor a Habony Árpád féle cég háló Szlovéniában és Macedóniában a helyi választásokat befolyásoló média termék palettát hoz létre, illetve a magyar kormány befogadja azt a Gruevskit, aki Magyarországról az egyetlen olyan személy, aki nálunk él, illetve az ő cége az ICIC Kft., amit az amerikaiak szankcionáltak a mostani orosz-ukrán háború kapcsán, hogy itt nem csak annyiról van szó, hogy itt próbálunk gazdaságot fejleszteni, meg kapcsolatokat, hanem arról is, hogy vannak ilyen geopolitikai törekvések. Érdekes módon ezek mindig egybeesnek az orosz érdekekkel. Nagyon sajnálom, hogy ez a párhuzam egy valahogy kialakult, de én azt látom, hogy amellett, hogy vannak ilyen mindenféle támogatások, ugye a Magyar Nemzeti Kereskedőház is próbálkozott déli nyitás keretében mindenféle gazdaságfejlesztési projekttel, azért emellett elég nagy politikai kavarás zajlik a Balkánon, ami hát mondjuk úgy, hogy a Kreml érdekeinek megfelelően zajlik. Tehát a déli nyitás az orosz érdek? Nem a délinyitás az orosz érdek, a politikai kavarások az orosz érdek. Viszont a politikai kavarások? Hát például az, hogy kiépítenek egy olyan médiát, amivel az orosz barát elnököt támogatják itt-ott, vagy amikor a Dodiknak adnak pénzt, vagy amikor befogadják Gruevskit, vagy amikor a szerbekkel próbálnak menekültügyben együttműködni, olyan valahogy pont úgy, hogy azt éppen egyébként az oroszok is ugyanúgy támogatják. Én nagyon szerény lennék, hogyha engem finanszírozott volna 4 milliárd forinttal Amerikából vagy más országokból egy hálózat. Egyetlen bizonyítékot, hogy egyetlen szentet kaptam bárkitől. Én nem tudom, hogy ki kapta, de arra bizonyítékot hát vannak, hogy a baloldalt folyamatosan finanszírozta, és finanszírozza valakik Nyugat-Európából, Amerikából. Annak érdekében kaptak a kampányban illegálisan több milliárd forintot. Ja, és akkor már lehet kavarni a Balkánon.
Nem az összefüggés, nem itt akarom megtenni, csak azt mondom, nagyobb alázattal kell ezekről a kérdésekről beszélni, mert önök vonatkozásában viszont bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy kaptak 4 milliárd forintot. Bizonyíték hát van egyértelműen. Tegyek feljelentést, hajrá! Én egyébként tettem, akkor erről hadd ejtsek néhány szót, mert azért az nagyon fájlaltam, hogy itt Márki-Zay Péterrel akartak minden balhét elvinni, aki egy őszintességi rohamába beismerte, jó, kezdetben csak a felét, 2 milliárdot, most már 4 milliárdnál tart ugye a titkosszolgálati feltárások nyomán is, amit egyébként titkosítottak 2050-ig, vagy meddig. A Mi Hazánk mozgalom nemzetbiztonsági átvilágításon sikeresen átment képviselőjeként sem engedtek betekintést ebbe, és amikor sorozatosan követeltük, hogy hozzák ezt nyilvánosságra, és amikor már végre nagy nehezen egy részét nyilvánosságra hozták, akkor találtam meg, és az Opten céghálóval összevetve találtam meg azt a kapcsolati hálót, amiből kiderült, hogy igenis a Momentumos cégbirodalom is részesült. Igen, több konkrét cégnevet, a Felitunó Media Kft-t és többet, amelyiknél óriás plakátkampányt folytattak a piaci ár negyedéért. Tehát igenis a saját mandátumaikat is részben az amerikai támogatásnak köszönhetik, ezért nem mosolyogjon ezen ennyire, sajnos ez kiderült. De azért mondjuk ki, óriás plakát kampány ide vagy oda, sokkal több megy el kormányzati kommunikáció címén kormánypropagandára, aminek véget kellene vetni. Lehetne valódi társadalmi célú üzenet. Itt még néhány dologban még úgy néz ki, hogy talán meg is tudtunk egyezni, hogy mire volna a szükség, csak hát nem reális. Hát persze nem reális, ha nem rendelünk hozzá erőforrásokat. Tehát, hogy ha már néha megvan a közös nevező, és mondjuk elismerjük, úgy látom, mondjuk itt mindhárma, hogy Szerbiával tényleg soha nem volt ilyen jó a viszony, mint most. Ez le a kalappal. Én is ezt mondom. Az más kérdés, hogy mondjuk a kisgömböz terjeszkedésébe, az Európai Unió terjeszkedésébe esetleg majd ezt fog, a szerbek fognak megakadni az unió torkán, hát nem fog a szíve meghasadni, szakadjon meg inkább a kisgömböc, és pusztuljon bele, pukkadjon ki, ha így tetszik ez a birodalom. Minden esetre elismerjük azt, hogy a kormányzatnak vannak akár külpolitikai érdemei is, de nagyon fontos volna, hogy a nemzeti érdek az ne csak a szavak szintjén legyen az első, mert sokszor látjuk azokat az együttműködéseket, leginkább a nyugati diktátumokat, amerikai diktátumokat, ami alapján egyébként nem is értem, hogy most milyen orosz érdekek kiszolgálásáról beszélünk, amikor Oroszország már a barátságtalan országok listájára tette föl Magyarországot. Nem sokkal azután, hogy önök egyhangúan megszavazták az Oroszország a szomszédos, 1300 kilométeren szomszédos Finnországgal való NATO bővítést. Előtte felkerült a Magyarország, teljesen értően. Néhány nappal utána. De mindegy, az viszont biztos, hogy egy tendenciáról beszélünk, tehát a jelenlegi kormányzat az ilyen-olyan rejtett csatornákon igenis sajnos kiszolgálja, támogatja, minimum asszisztál, de ennél súlyosabban is támogatja ezt a rossz háborút. Ebben meg önök között van meg a közös nevező, ami számomra egy fájó pont. Nem tudom, milyen közös nevező van, itt a Nyugat-Balkánról szólt a kérdés, és ehhez képest mindenről beszéltünk. Nem is én igyekeztem Nyugat-Balkánról beszélni, de önök itt az orosz érdeket, nem tudom, mit felfedezni vélték ebben a kérdésben. Nagyon szomorú, különösen azért, mert itt beszélhetnénk a vajdasági magyarokról is. Azt tudom, hogy a Momentum számára ez nehezen értelmezhető kérdés, hiszen láthatjuk azt, hogy Romániában és Szlovákiában is a román pártot vagy a szlovák jelöltet támogatták a magyarral szemben. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy amikor a Nyugat-Balkánra beszélünk, Szerbiáról beszélünk, vagy arról beszélgettünk, hogy a vajdasági magyarok milyen szerepet játszottak a két ország közötti viszonyrendszerben, akkor önnek rögtön az orosz érdek jut eszébe, és erről kezd beszélni. Nem, hát a bizonyítékok mutatják ezt. Én ellenben elmentem a háború kitörése óta kétszer is a kárpátaljai magyarokhoz, úgyhogy szerintem itt ebben egy talán fokkal kompetensebb vagyok, mint aki Budapestről mondja meg azt, hogy a Momentum az hogyan képviseli a határon túli kisebbségeket. Az nyilván az önök leginkább az ukránokhoz. Jó, tehát most értem, hogy most ebben az aspektusban ki lehet domborítani, hogy ott vannak magyarok is, de alapvetően a Momentum nem a kárpátaljai magyarság mellett áll ki, de hanem igen, de hát most ebben az aspektusban örülök, hogy akkor kikényszerítettünk egy ilyen mondatot is, ezt kérem jegyzőkönyvezni, viszont Ukrajna mellett áll ki. Ukrajna mellett állnak ki. Képviselő, Karácsony azt, Gergelytől kezdve 18 darab generátort a berekszászi polgármesternek az Ukrajna melletti kiállás. Mindannyian gyűjtöttünk nyilvánvalóan a kárpátaljai magyarság számára, már amennyire tudtunk, bár azért, hogyha elmentünk ugye a határmenti településre, az a cigányok mekkája volt, ugye, ott leömlesztve az a sok árut, azt nehéz volt már célirányosan eljuttatni. Tehát örülök, ha ön most azt mondja, hogy ön kifejezetten a magyarokat próbálták segíteni. Mindenki próbált, tehát azt gondolom, hogy ez össznemzeti ügy. Örülök, hogyha egyszer a Momentum is ezt így talán gondolja. Még egy gondolat ide, hogy ugye pont erről is szólt az a végepárti nyilatkozat, amit nemrég fogadtunk el a parlamentben, és szomorúan láttam, hogy mindkét képviselőtársam ellene voksolt. Abba is megemlítettük azt, hogy kiállunk a kárpátaljai magyarokért, és azért is szeretnénk, hogy mielőbb tűzszünet lenne és béke lenne, mert magyarok halnak meg ebben a háborúban, kárpátaljai magyarok halnak meg ebben a háborúban, és ezért is mondjuk azt, hogy mielőbb békére van szükség. Nagyon sajnálom, hogy a határozott a békepárti.
Csak az a baj, hogy nem lehet az békepárti határozatnak nevezni, ami egyrészt például egyoldalúan csak Oroszországot ítéli el, és nem beszél például az északi áramlat terrorizmusnak minősülő felrobbantásáról sem, nem beszél az ukránok magyar ellenességéről sem, leszavazta az összes módosító javaslatunkat, és számomra ez a legfájóbb. Nem lehet beszélni, nem több oldalas, benne több oldalas. A legfontosabb dolog benne számára van. A legfontosabb az volt, hogy csak egy oldalon Oroszországot ítéljék el, egyébként több oldalnyi, és az összes módosító javaslatunkat leszavazták, ami azért fájó, mert a nemzeti együttműködés rendszeréről beszélnek általában, miközben mindig minden módosító javaslatot leszavaznak. Számomra, aki egy önkormányzatból érkeztem most ide az országgyűlésbe, ez egyébként különösen fájó, mert ott voltak még egy balliberális koalícióban, a DK fővárosának minősülő Újbudán is, a legnépesebb kerület önkormányzatában is javaslat, amit megszavaztak. Egy országgyűlésben már az elképzelhetetlen, hogy egy ellenzéki javaslat napirendre kerülhessen. Már az elképzelhetetlen. Szökő évente egyszer sincs olyan, hogy benyújtunk egy javaslatot, megvitatjuk, legfeljebb leszavazzák, vagy módosító javaslattal kiherélik, de legalább napirendre kerül. Ilyen sem lehet. Tehát ezt hívják a nemzeti együttműködés rendszerének, mondjuk az év legfontosabb törvénye, ugye, most alapvetően gazdasági kérdésekről beszéltünk, ugye, az a költségvetési törvény, ugye, ami megint csak nagyban függ az Európai Uniótól. Ott ugye 437 módosító javaslat érkezett, mindegyik ellenzéki képviselőktől, mindegyik. Egyetlen egy kormánypárti képviselő sem nyújtott be a minisztériumok által kidolgozott költségvetéses módosító javaslatot, és utána a 437-ből hányat szavaztak meg, hányat szavazott meg akár ön is? Nullát. És ez az összes többi törvényre is igaz, tehát olvasatlanul leszavazták, még azt a módosító javaslatomat is leszavazták, ami egy helyesírási hibát egy betűben módosított, mert az észszerű szónak ugye ma már a helyesírás szabályainak legfrissebb kiadása szerint más az írásmódja. Még ezt az egybetűs módosításomat is leszavazták. Jó, persze utólag később bizottsági módosítóként már beemelték sajátjukként, de egyébként bár ezt tennék az összes javaslatunkkal, amit a Víradat programunkban megfogalmazunk, hogy nem csak felvizezve, hanem ténylegesen átemelve szavazzák le, söpörjék le, amikor mi nyújtjuk be, de nyújtsák be önök. De sajnos nem ezt látjuk, tehát mondjuk a határkerítésnél még örülhettek egy fél sikernek, hogy megépítik, de utána az ezzel kapcsolatos javaslatainkat már lesöpörték. Egy utolsó gondolatot, hadd mondjak, nagyon ritkán kerülünk mi egy platformra, azt hiszem, érthető okokból. De számunkra is az, hogy bekerülünk a parlamentbe, és tényleg még helyesírási javító dolgokat se, vagy ilyen módosítókat se fogadnak be, és aztán elmondják azt, hogy nem szavazunk meg dolgokat, és ezzel kampányolnak, az olyan szinten visszataszító számunkra, hogy tényleg megpróbálják eljátszani ezt a nemzeti egységet, de egyetlen egy másodpercig se veszik figyelembe azt, hogy valójában ők nem a nemzetet képviselik, hanem csak a saját érdekeiket. És ez a háborúpárti nyilatkozat ennek tökéletes példája volt, mert nagyon jól tudták, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, amit mindegyik párt nagyon jól meg fog fontolni, valaki ad módosítót, valaki nem ad módosítót, és tök mindegy, hogy mit reagáltunk, tisztán politikai haszonra használtak fel egy ennyire érzékeny dolgot. Miért számít, hogy mit mondunk? Hát számít, hogy mit mondunk a vitán? Akkor nem. Akkor minek menjünk be? Hát, hogy nem? Bocs, is vitatkozunk, nem? Tehát van egy vita. Van, és a parlamentben? Nem mondtam volna, de a parlamentben önök adták a módosítót, csak rossz bizottságba vitték el a békepárti határozat kapcsán. Ma külügyi folytatta le, ott nem voltak ott. A Nemzeti Összetartozás Bizottságába osztal a kollega, és az nem volt illetékes a vita lefolytatására. Több bizottságban volt, honvédelmi bizottságban is volt, többen ott voltunk, de egyébként ez nem változott azon a témán, hogy amikor indokolással együtt benyújtunk egy javaslatot, azt önök olvasás nélkül leszavazzák. Tehát nagyon sokszor kaptam olyan kritikát, hogy hát előtt mert mindig olyan hosszú indokolás jut az nem de hát most csak egy mondat volt csak az indokolás. Azért nem akarták megszavazni, mert a kormány terjeszti elő, tehát az önökben nem. Is ugyanez megvan. Csak azért is módosított. Tehát nem, mert ugye csak azért is módosított. Ne keverjen össze a DK-val, ez az egyet legalább. Hadd kérjem mára, jó, mert az, hogy zsigeri ellenzék, az mondjuk lehet, hogy igaz egy DK-ra, ami semmi sem jó, amit a kormány nyújt, de igenis konstruktív ellenzékként nagyon sok minden. Fejünkre is olvassák, hogy akkor rögtön Fidesz-bérencek vagyunk, ha egyszer összeszavazunk, pedig nem olyan bonyolult összeszavazni, amikor van a parlamentben 8-9 frakció, és hát igennel, nemmel vagy tartózkodással lehet szavazni, akkor gyakori dolog, hogy összeáll és hasonlóan szavaz két frakció. Mi tényleg azt nézzük, hogy mi jó a magyar embereknek. Csak olyan jó lenne, ha egyszer önök is ezt tennék. De hát azért már csak statisztikai, a nagy számok törvény alapján elképzelhető az, hogy egy 199 fős parlamentben soha nem akad egy ellenzéki képviselő, egy év alatt nem akad egyetlen egy se, akinek az egyik javaslatára azt mondták volna, hogy ebben van valami. Mi a magyar emberek érdekeit képviseljük, talán azért is tisztelták meg bizalmukkal egy egyszer is kétharmaddal.
És ez mire ér? Ez mire ér? Hát ez maga a legdemokratikusabb ér. Azt mondta a képviselő, hogy amúgy nem magyar emberek érdeke. Ez volt a programjuk, hogy soha... Tehát ez a következtetés, azért szavaztak ránk a magyar emberek, mert mi a magyar emberek érdekeit képviselő. Ennek ellenére, annak ellenére szavaztak önök, hogy rendkívül cinikusak. Tehát akkor ez beszélj meg a magyar emberekkel. Én úgy tekintem erre. A magyar emberek képviselő? De a kétharmada a magyar embereknek, az ránk szavaz. De a magyar emberek, nem mondom, hogy magyar emberek, csak kétharmaddal minket bíztak meg az ország vezetésével. A fideszeseket képviselik, a fideszes érdekeket képviselik, a véletes valós érdeket. A demokrácia az így működik, a többség a felelőssége, a kormány irányítása. De a magyar emberek meghatározó többsége, nem? A magyar emberek kétharmad, pedig majd leszik a konzekvenciákat a vita láttán is. Én minden esetre köszönöm, hogy most így egy platformon leültek egymással. Köszönjük a lehetőséget. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!